esti témakörben azért nem aktualitásban vagyunk, tehát nem szenvedésben találunk benneteket ebben az ezen az estén, de ha igen, igyekszünk erre, és minden körüljárva, körültekintve a testi szenvedésre legalább választ adni. Mi tudunk a szenvedésről? Azt tudjuk, hogy egy nagyon negatív érzelem, egy tágabb értelemben vett fájdalom, egy kellemetlen tapasztalat, de ennek belejárója lehet egy sérülés, egy károkozás, nagyon gyakran tragédiának véljük, és katasztrofális helyzetnek tudjuk be, amire azt gondoljuk, hogy elkerülhetetlen. Tényleg? Én azért tettem ide kérdőjelet, mert nagyon gyakran elkerülhető lenne akár a testi szenvedés is, és a legfontosabb az lenne, hogy figyelembe vegyük a szenvedésünknek minden oldalát, minden árnyalatát, hogy változtatni tudjunk ezen, hogy át tudjuk ezt a helyzetet alakítani. És igen, germánygyógytudományról fog ma szólni a webkonferencia, nem tévedtetek el, hogy... Jó helyen vagyunk. Hogy most kicsit mélyebben szeretnék belemenni a szenvedés témájába, mert zömében ezek hívják be a rendezvényeinkre, tanfolyamainkra az embereket, mert van egy testi szenvedés, van egy olyan sérülés, egy olyan helyzet, amit tragédiának, katasztrófának fognak fel az emberek. És nagyon gyakran azzal a tévhittel jönnek be a képzésekre, mint szervező, ezt nagyon is tapasztalom, hogy elkerülhetetlennek érzik azt, hogy itt kész a vég, itt valami katasztrófa következik, és nagy a szenvedés. Ha a betegség egészség oldaláról közelítjük meg, és ma csak erről szeretnénk szót ejteni, ha a betegség egészség szempontjából figyeljük a szenvedést, akkor itt nagyon sok mindent láthatunk. Elsősorban, ami ilyenkor a legfontosabb, hogy tragédiaként fogjuk fel. Ez a tragédia, ez a mi személyes tragédiánk, mert nekem fáj a fogam, a lábam, a csípőm, nekem rossz a koleszterin szintem, én nem látok jól, stb. Nagyon gyakran ezt a tragédiát elkezdjük katasztrofizálni, vagyis életünk legnagyobb katasztrófájaként tekintünk arra az eseményre, amely valamilyen testi sérülést, betegséget, vagy károkozást vagy testünkön belül okozott. Megmutat. Pontosan. Ezek a nagy változások zömében kellemetlen tapasztalathoz társulnak. És ha germán gyógytudományról beszélünk, akkor ez a kellemetlen tapasztalat vajon mi lehet? Hát egy DHS, egy olyan esemény, ami veszélyezteti a túlélésemet, mert így fordítom le, ezért kellemetlen, mert csak azt látom benne, hogy mi a veszély. És amikor veszélyekről beszélünk, akkor már rögtön kicsinek és tehetetlennek érezzük magunkat, és ilyenkor azt is gondolhatjuk, sajnos tévesen, hogy ez egy elkerülhetetlen dolog. Vajon, ha ismerném a biológiai testem működését, elkerülhető lenne a testem szenvedése keresztül? Hát természetes, hogy elkerülhető lenne. Hát azért beszélünk erről, hogy ne válasszuk a szenvedést, hanem amikor észreveszem, hogy egy olyan érzelem fog el engem, ami így lefelé húz, ahogy a Szerdán Réka kivetítette, akkor álljak meg és gondolkodjak el a lényegen. Folytatásba kiderül. Nagyon izgalmas az, ahogy a szenvedéssel elkezdünk találkozni. Úgy érezzük, hogy beszűkül a tér, amiben vagyunk. És ez nagyon izgalmasan mutatkozik meg, például a diagnózis sok pillanatában, az, igen. Ami a legintenzívebb szenvedéseink egyike, amikor egy olyan helyzetet találunk, és egy olyan helyzetbe találjuk magunkat, amelyre nincs megoldás, vagy nem látjuk a kiutat. Ha egészségbetegség oldaláról következtetünk arra, hogy is sok az, az, ami a legnagyobb az, szenvedést okozza. Sokkolja az embert, és hát ma is betegős volt, a férjét bevitték agydaganattal, agydaganat gyanúval a kórházba,
Köszöni szépen, a férfi teljesen jól van, semmi panasza nincsen, de meg akarják operálni. Mindez Szegeden történik. Szóval döbbenetes. Volt egy epileptoid krízise, ami egy hát megváltozott egészségi állapottal jár. Hát most nem mondom a tüneteket. De azóta teljesen jól van. És érthetetlen, hogy akkor miért kell belemászni a fejébe valakinek, amikor jól van. Szóval itt van a diagnózis sok, mert ha valaki jól van, és azt mondják neki, hogy rákja van, hát azt hiszem, ott kiüt minden biztosítékot, és innentől elkezdődik egy olyan belső rágódás, félelem, 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 mi lesz velem, mi lesz még hátra, hogy rendezzem el, amit még el kell rendeznem, már az ember temeti magát, és végrendelkezik gyorsan, gyorsan, mert baj van. Holott semmi más nem történik, csak volt egy átmeneti agyi ödéma, szépen kipiséli az ödémát, és azóta jól van. Hát volt ilyenünk, akinek agyvérzése volt, és annyit mondtam, hogy vidd haza az édesanyádat, és hallgassd vele a más studentem méghen. És az anyuka köszöni szépen, jó volt még. 2 évig még boldogan és egészségesen élt. Akikkel meg együtt volt a korterem, azok mind meghaltak. Tehát ha ismerjük a germán gyógytudományt, hogy hogyan működünk, és tudjuk, hogy a tüneteink arról szólnak, hogy gyógyulok az esetek 90-95%-ában, akkor nem esek kétségbe. De hát erre még majd visszatérek. Amikor találkozunk egy diagnózissal, amikor a szemünkben mondják azt, hogy ilyen vagy olyan betegség, valami végérvényesen átalakul bennünk. Mert ugye senki sem úgy tervezi az életét, hogy 68 évesen rákos leszek, után majd lesz velem valami. Igen. Hanem mindig azt gondoljuk, hogy ez majd valaki mással fog megtörténni. Valaki mást fog megcsalni, a férje, felesége, valaki más kerül ebbe a helyzetbe, valaki más lesz beteg. Kicsit úgy hisszük, vagy gondoljuk magunkról, hogy mi sérthetetlenek vagyunk. Érinthetetlenek, a problémák meg se tudnak közelíteni bennünket. Viszont, amikor ez bekövetkezik, akkor a negatív érzelem hatására, ugye a DHS, igen, hogyha ezt így fordítjuk. Igen, az agy közvetítésével elindul a szervi elváltozás. Ez törvény. És a legizgalmasabb az, hogy ez beindítja a szenvedést. Viszont abban a pillanatban, amikor megvan egy tünetem, egy testi szenvedésem, egy fájdalmam, akkor megkapom a diagnózist, és szinte elveszítem azt az imást önmagamról, mintha az arcomat veszteném el, ugye az imázs az a kép, az az arc, amit mutatunk magamról. Magunkról, hanem marad egy diagnózis, egy latin szó, aminek az értelmével sem vagyunk tisztába sokszor. És ez egy kicsit eltorzítja az arcunkat. Persze senki nem szereti, ha sajnálják, vagy nem szeretné ezt megmutatni a külvilág felé, és a szenvedéssel kapcsolatosan az egyik legnehezebb dolog az, amikor ezzel szembesülünk, és erről beszélnünk kell, mert kifelé próbáljuk mutatni, hogy velünk minden rendben van, hogy nálunk nincs semmi szenvedés, és ez teszi még hatványozottabbá ezt a dolgot, főleg, ha ezt magányosan elszigetelten élem meg. Több webkonferencián és képzésen is részt vettem, Karesz, amikor arról beszélsz, hogy magányosan és egyedül élem meg valamit, és teljesen elszigetelten élem meg azt, hogy is nevezik? Hát, hogy mire gondolsz? Hát tudom. Például arra, amikor bevisznek valakit egy intézetbe, és magányosan egyedül van, létkonfliktusa van, azt sem tudja, hogy túléli, nem éli, mi lesz beindít, vele. Hát ilyenkor beindítja a vesegyűjtő csatornát, vagyis lezárja a víznek a kiáratát, és begyűjti a vizet. És ez lesz az, amitől még nagyobb lesz az ödéma. Most képzeljük el, ha valakit mondjuk daganat gyanúval a házi orvos vagy a szakorvos beküld a klinikára. Már ott van benne az az érzés, hogy létkonfliktus, te jó Isten, mi lesz velem? A kórházban megéri a kórház konfliktust, és onnantól kezdve begyűjti a vizet a
szervezetében, tehát az a bizonyos agyi ödéma, az még nagyobb lesz, mint volt. Még nagyobb lesz. Tehát ez az öngól, de ha megnézzük, hogy miért akad el a gyógyszer ezt az előadást, akkor tisztában leszünk vele, hogy mit nem kéne tenni ahhoz, hogy végre meg is gyógyuljunk. A múlt hét szerdán előadott előadásom főként arra kérdezett rá, hogy arra mutatott rá, hogy miért és mi az oka, hogy mindig a szenvedést választjuk. És a szenvedésben egy kicsit elmélyültem a szenvedés történelmi hátteréről, hogy ki mindenki miről beszélt a szenvedéssel kapcsolatosan, de most is szeretnék négy nagy irányt bemutatni, mert ha azt a szót halljuk, hogy szenvedés, akkor többféle kérdés merül fel, és látjátok, hogy... Eleve elrendeltet. Abszolút. Az eleve elrendeltetettség azt jelenti, hogy nincs más kiút. Ez az egyirányú út van, itt ebből nem tudunk tovább lépni. Amikor keresztbe megy hozzád egy ember konzultációra, képzésre, aki eldöntötte, hogy ő ebbe bele fog halni, ebbe a betegségbe. Mennyire könnyű lehet neked így a germán gyógytudomány ismeretét átadni, amikor szinte csak azt akarja tudni, hogy melyik nap, hány óra, hány perckor fog meghalni? Hát ez így egy nagyon nehéz feladat, mert amint azt kiszoktam fejteni, a megbetegedésünknek az egyik oka a fizikai tényezők, a másik oka az, hogy nem mondjuk a félelmek, amiket megélünk, de a legsúlyosabb az önsorsrontó gondolataink. Igen. Ezek azok is. Én nekem az a gondolatom van, hogy már pedig ebbe bele kell pusztulni, mert nagyanyám is ebbe halt meg, meg anyám is ebbe halt meg, akkor én is ebbe fogok meghalni. Tehát nem az a germán gyógytudomány nem arról szól, hogy megjósolja valakinek, hogy most akkor mibe fog meghalni, valószínűleg pizsamában és ágyban párnák közt. Ez lehetséges. Az a lényeg, hogy megértsük, hogy a germán gyógytudomány arra mutat rá, hogy mi a valós oka annak a bizonyos tünetnek, ami van, és azzal foglalkozik, míg a mai medicina a tünetet nevezi ki kiváltó oknak, nem tudjuk mitől van, de kezeljük. Hát nem, nagyon jó dolog. Nem tudom, mi a betegségednek az oka, de van rá kezelés. Hát ez nagyon érdekesen hangzik, nem, Réka? Abszolút, és az eleve elrendeltetettségnek van egy ilyen számomra hátulütője, mert hogyha eleve nem tudok semmit tenni, akkor minek is bármit. Ez pedig nem más, mint a tanult tehetetlenség, hogy ha csinálom, ha nem csinálom, ez már így van, ezen nem tudok változtatni. Ez elrendelt. A tanult tehetetlenség épp azt jelenti, ez egy kísérleti, egy kísérletnek a végén derült ki, hogy akár teljesítem a feladatot, akár nem megbüntetnek. Igen. Ez a tanult tehetetlenség, jobb nem csinálni semmit. Akkor már tényleg jobb. Elrendeltetett. Akkor már tényleg jobb, ha nem csinálsz semmit. Igen. Ezt tanítjuk meg, hogy kell tanulnod, hogy nem tehetsz semmit ellene. Na de erre megy a mindenféle média, meg minden, hogy ez így van, kész, maszkot föl kell tenni, nem tudunk mit tenni, járvány van. Nagyon izgalmas az eleve elrendeltetettség, nem csak akadémikus, te most akkor az akadémikus részét boncolgatod, de nagyon sokszor ezt Isten csapásának, büntetésének kezeljük, hogy ezt így akarta a jó Isten, hogy én most ebben a betegségben múljak ki. Egészen izgalmas istenképeket hallok a beszélgetéseim során az emberekkel. Ebben nem mélyülnék nagyon bele, de amikor eleve elrendeltetett meg gondolom, teszem azt minden médiából, ezt hallom, újságból, televízióból, internetből, magán a dobozon, hogy például a tüdőrák halált a dohányzás tüdőrákot okoz, hát ez az egyszerűen vicc. Akkor eleve elrendeltetettnek gondolom azt, ha diagnosztizálják nálam, dohányosnál, hogy hát akkor én erre rászolgáltam. Igen, megérdemelted. És ebben a pillanatban ez már így ki is van pipálva, hogy oké, ez megtörtént. A legnagyobb gond akkor van, amikor a nem dohányzó érzi igazságtalannak az tüdőrákot. Hát, hogy ő soha nem dohányzott. Direkt azért nem dohányzott, hogy ne legyen tüdőrákja, mert fél a haláltól. És mivel fél a haláltól, ebből lett a tüdőrák.
Szóval itt jön az, hogy most akkor mi a probléma? A dohányzás egy mérgezés. Kérem szépen, egy élvezeti cikk, ami enyhe fokú mérgezéseket okoz, amihez a szervezet hozzászokik. De nem a dohányzástól lesz a tüdőrák, hanem a halálfélelemtől. És mit kellett csinálni? Halálfélelmet kellett kelteni világszinten, és mindenkinek a tüdejével volt baja. Mert ebben benne volt a birtokféltés is, ugye, féltem a birtokomat, féltem a családomat, féltem a munkahelyemet, stb. Ez birtokféltés. Ez meg a hörgőket érinti. Tehát 2-0 tüdőjavára, és onnantól kezdve már csak ki kell dolgozni egy gyönyörű szép studit, hogy hogy kell kezelni ezeket az embereket, rányomni a maszkot, és már csináljuk a statisztikát, hogy hány halott van. Szóval, és amikor Nagyváradon egy doktornő felszólal, hogy a protokoll öli meg az embereket, akkor rászabadították a doktornőre a sajtót, csak hogy volt ott több száz ember, aki megvédte ezt a doktornőt, akiket meggyógyított. Mert 1000 embernél több gyógyult meg nála egyszerű gyógyszerekkel, amivel bármit meg tudott gyógyítani, mint pulmonológus szakorvos. Biztosan nem lesz hosszú karriere. Tehát nagy előrelépéseket nem látott. Na de, térjünk vissza a szenvedésre. Amikor a szenvedés témát halljuk, én a személyes beszélgetéseken nagyon gyakran hallom, hogy ez biztos karmikus. Ez volt megírva. Magyarországon jelen pillanatban több mint 35 buddhista irány van, számon tartva, és nagyon gyakran azt sem tudja az ember, hogy kire hallgasson és mire hallgasson. A karma kérdését, ha egészen a gyökerekig ásunk le, akkor háromféle karmáról beszélhetünk, ugye a beteljesedett karma, ami még úton van, vagy és az, ami még ezután fog következni. Nagyon szép hasonlat van erre, hogy képzeld el, hogy egy így van a kezedbe, nyillal. Vannak nyilak, amik már kilőttél, és célba értek, ez a már beteljesedett karma. Van, ami még a levegőben van, és vannak olyan nyilvesszők, ugye ez is a karmának egy másik, ami még a tegezben van, még nálad van, de be fog következni. Nem szeretném a karma kérdését elbagatelizálni, de minden ezéleti programomnak a hogyanját, mikintjét, azt fel kellene fedeznem, mert a célba ért karmánál például, ami már célba ért, ami már beteljesült, ott a kérdés az, hogy átalakítom-e úgy, hogy segítse a fejlődésemet, tehát igazából ezt jelentené, csak ugye ráfogjuk, hogy karma, és ugye a tudatalattiban teljesen más mellékzöngékkel együtt van ez a karma benne, és nem is értjük teljes mértékben mi Európában, hogy ott, ahol ez az anyatejjel szívják magukba, milyen, mint ami, tehát hogy kicsit képzavar van. Igen. Igen. Más az a buddhizmus, ami ott van fent a hegyen, meg amit ide elhoznak. Teljesen mindegy, hogy hogyan tekintünk rá. Amikor a karmával így szépen be tudunk takarózni, hogy hát én azért szenvedek most ebben az életemben, a szar munkahelyemen, a pocsék házasságomban és a neveletlen kölykeimmel, bocsánat az őszintén. Így van! Mert biztos előző életemben ez vagy az volt. Akkor gyakorlatilag lemondok annak a lehetőségéről, hogy ezen változtassak. És igazából pont ez lenne a lényege ennek az egész történetnek, hogy észrevegyem, hogy ezek megváltoztatható dolgok. Hallottam keresztül egy több tanfolyamon a Buddha 4 igazságát, és szeretném, ha ezt elmondanád, és vonatkoztassunk el attól, hogy ez Buddha mondta. Próbáljuk meg csak az igazságot meghallani. Azt hiszem, minden keresztény egyéb hitéletű fülnek is tanulságos dolgokat tud adni. Hát az a helyzet, hogy Buddhát csak Magyarországon hívják Buddhának, minden más országban Buda. Igen. Így van. Zárójel bezárva. A 4 alapigazsága gyakorlatilag arra mutat rá, hogy mi lenne a megoldás, hogy ne szenvedjünk. Mert azt mondja, hogy a feltételhez kötött lét szenvedéssel jár.
Vagyis ez azt jelenti, hogy amíg én úgy élek, hogy boldog leszek, ha a külső körülmények megváltoznak, addig folyamatosan szenvedni fogok. Második. A szenvedésnek van oka. Miért jár szenvedéssel a feltételhez kötött lét? Azért, mert a boldog leszek, ha program azért van, mert teli vagyok félelmekkel. És a félelmeim megoldására kitalálok bizonyos dolgokat, amik amikor nem jönnek be, akkor konfliktus van, DHS, és jön a biológiai válasz. Tehát a szenvedésnek az oka a félelem. Ameddig én félelemben élek, ameddig a biológiai félelemben élek, ugye halálfélelem és faj kipusztulásától való félelem, addig kérem szépen nincs semmi változás, addig ez a tudományos táblázat itt ezekre az emberekre érvényes lesz. Azt mondja utána, harmadik mondatában, hogy a szenvedésnek van vége. Hoppá! Hol van vége a szenvedésnek? Amikor rájövök, hogy nem a félelem kéne irányítsa az életemet, hanem a szeretet, az elfogadás, a bizalom. És van egy út a szenvedés megszüntetéséhez, ez a negyedik mondata. Erről szoktunk beszélni 3 napon keresztül a teremben, vagy most már 2-2 napot online tanfolyamon, ha online van. És senkitől se várom el, hogy buddhista legyen. De amit elmondott, ez a 4 mondat, ez tökéletesen igaz. Rámutat az ok-okozati összefüggésre, hogy mitől szenvedünk. A félelemtől. Szóval, amikor a szenvedésről beszélünk, akkor szeretném ez a Karmán című rövid, velős megfogalmazást egy kicsit kihúzni erről a listáról. Aztán vannak, akik a szabad akarattal értenek egyet, vagyis? De hát, hogy ők azért szabad akaratból döntöttek így vagy úgy. Hogy szenvedni fognak. Ezt már nehéz megmagyarázni, hogy én szenvedni akarok, mert általában, amikor a szenvedésről beszélünk, akkor empátiát szeretnénk kapni, támogatást. Viszont azt is látom és tapasztaltam eddigi konzultációk során, hogy mintha nem is tudnánk mást választani, szabad akaratunkból választjuk újra a szenvedést. Nagyon gyakran nyitva lehetne az a kalitka, amiben bezárva érezzük magunkat, és nem megyünk. Talán nálunk van a kulcs, igen. De nem mászunk ki, mert kényelmes. És nagyon gyakran a szenvedést előhozzuk a háttérbe, hogy milyen rossz nekem az életem, amikor arra szeretnék kezdeményezni egy irányvonalat, hogy jó, hát akkor mik azok, amik a legjobban szenvedtetnek téged, és hogyan tudnánk megváltoztatni? Na ne! Itt vannak a legnagyobb akadályok. Hogy jössz te ahhoz, hogy megszüntesd az én megszokott szenvedésemet? Hát mindenki rám figyel, mert én szenvedek. Hát bizony. Így van. És van egy másik kategória, ami a szenvedést intézi, vagy próbálja megmagyarázni, és ez az amerikai irányvonal, az a 64 fogas mosoly, hogy minden fejben dől el. Minden, igen. Amikor én utoljára szenvedtem, ugyanezeket a gondolatokat végigvettem, igen. És hát nem lehet eleve elrendeltetett, mert itt valami elindult jó irányba, aztán ez kicsúszott. Nem lehet karmikus, mert azért ekkora szívást az ember nem szokott magának betervezni, és már ebben az életben szerintem csináltam annyi jót, hogy ezt mégsem érdemelni. Talán ezt nem. Igen. A szabad akaratomat az a szenvedés során egy kicsit beszűkültnek érzem, mint ahogy ez az alak is ül itt bent a szobába, a sötétbe, mert szeretnék én változtatni, de nem tudok, és pont ezért szenvedek, és amikor jön a másik nagy zseniális ötlet, hogy minden fejbe dől el, akkor azt mondja, ennyire hülye nem lehetek, hogy ennek ellenére sem. Igen. Szóval ezek az elméletek nagyon gyakran csak megforgatják bennünk a kést, és akkor abban a pillanatban, amikor betegek vagyunk, és egy diagnózissal nézünk szembe, akkor az eleve elrendeltetett kérdés felteszi a következő
kérdésnek a helyét megalapozó, hogy de miért? Miért pont most? Miért pont én? Miért pont így? Stb. Stb. Yeah. Karmikussal úgy szintén. Valamennyit magyaráz és tompít egy kicsit pillanatnyilag a dolgon egy magyarázat, de utána újabb kérdések merülnek fel, és ez csak annyit jelent, hogy egyre jobban süppedünk ebbe az állapotba, és amint ezen a figurán is szerettem volna megmutatni, elveszítjük az önképünket, elveszítjük a jövőképünket, ez egy vak arc, látjuk, hogy nincs szeme, nem látja kiutat, ül bent a sötétben, és ez a szenvedésnek a lényege, hogy minél jobban bele tudjuk magunkat csavarni, annál mélyebbre húz le bennünket. A szenvedésnek dimenziói is vannak, ezt ugye a múlt hét szerdán a szerdai hallgatóknak elmondtam, de egy picit kacskaringót engedj meg ebben a témában itt is. A szenvedésnek 4 dimenziója van, az egyik a direkt, a szenvedés kiváltó okának a címzetje nem én, a címzetje én vagyok. Én vagyok. Kirúgnak a munkahelyemről. Okay. Mindenki maradhat, csak engem rúgnak ki. Pikkelnek rám. Indirekt, hogy a címzet nem én vagyok, hanem mondjuk te. Igen. De látom a te szenvedésed, fájdalmat, hogy a munkahelyedről kirúgtak, és ez hatással van rám is. Ettől szenvedsz te is. Igen. Lehet fizikai, ez a testi szenvedés, testi fájdalom. Jó, hát. És lehet pszichés, hogy fáj a szívem, mert ez a kapcsolat tönkrement, elhagynak, stb. És abban a pillanatban, amikor a szenvedés dimenzióiról beszélünk, ezt a képet azért is szerettem volna behozni, mert nagyon gyakran előfordul az, hogy semmi közünk az adott dologhoz, csak így áttételesen, indirekt módon hat ránk valakinek a szenvedése, amely pszichés megterhelést jelent a saját életünkben. Tehát az indirekt és a pszichés ilyen módon függ össze, hogy valaki más a szenvedés címzetje, de én ezt látom, ez rám is hatással van, és bele együtt szimpátiából kalákába szenvedünk. A kalákába szenvedünk érzést nagyon gyakran összekötjük az empátiával, az együttérzéssel, de nem feltétlenül van ez így. Az együttérzés az azt jelenti, hogy tudom, értem, hogy te mit érzel, de ezzel nem kellene én is, nekem is belecuppannom ugyanabba a gödörbe. Nem kéne azonosulnom ugyanazzal a fájdalommal, csupán meghallgatom, hogy megkönnyebbedjen. Hamer doktor is azt mondta, hogy ha már elmondtad a bajodat valakinek, akkor ha megosztod valakivel, akkor már csak fele annyi bajod marad. Tehát, és mert miért? Mert nem vagy magányos. Csak az, aki meghallgatja, annak nem kéne azonosulni vele, nem kéne ugyanúgy szenvednie, mint a másik embernek, hanem pontosan azt a szerepet betölteni, hogy van egy megértő fül, aki nem szól közben, meghallgatja, és próbál, ha más nem, a meghallgatással csökkenteni az illető szenvedését. Jelzem, a gyónásnak is van egy ilyen szerepe a katolikus vallásban, hogy amikor teli van az ember lelkiismeret furdalással, elmegy meggyónja, és akkor Hát ha ez az érzés megvan, hát nyilván. Ha nincs, akkor újabb önleértékelésre lehet szert tenni. Így van. Szóval a szenvedés 4 dimenziója, direkt, indirekt, fizikai és pszichés, ezek nem vegytiszta állapotok, hanem vegyesen működnek. Hát tehát persze. Direkt is és indirekt is, mert mondjuk engem kirúgnak a munkahelyemről. Hazajövök, elmondom neked, te ettől pszichésen szenvedsz, mert mi lesz most így, és sajnálsz engem. És akkor ez indirekt módon visszahat rám, és így szenvedünk egymás kedvére, karöltve szenvedünk. Igen. Ugyanez van, amikor a testi szenvedésről beszélünk, hogy van egy beteg otthon, akinek az állapota, az kihat mindenki másra, igen, és akkor a pszichés megterhelést jelent az egész családra, hogy a többiek is emiatt szenvednek. Nézzük meg, csak ez már egy 4 gyökerű szenvedés, de szeretnék itt megállni. Ezt a táblát nem azért hoztam be, hogy elmondjam, hogy milyen fajtái vannak, hanem hogy egy kicsit rávilágítsak arra, hogy nagyon gyakran nem is a saját szenvedésünk miatt szenvedünk.
Nem is a saját lényünk az, aki ezt az állapotot megéli, hanem így nagy segítőkészséggel, nagy empátiával, nagy túlzott együttérzéssel belemászunk mások ember szenvedésébe, sőt, a legizgalmasabb az ez, amikor a másik nem is tud róla, hogy miatt a szenvedek én is, igen. Ezeket a helyzeteket hívjuk úgy, hogy megmentői pozíció, de erről holnap fogok részletesebben beszélni. Ha megnézem, hogy a szenvedésem tény vagy vélemény, nagy különbség, és nem a szavakkal játszok, tény az, hogy engem kirúgtak a munkahelyemről, okay. És véleményem az, hogy a másiknak hogy fáj, és ez biztos, hogy nem jó neki, ez már vélemény. Tehát itt van némi különbség, és kicsit fontos lenne, hogy csak azzal foglalkozzunk elsősorban, és azoknak keressük az okát, testi tüneteit, aminek a konkrét címzetje én vagyok, vagy meg tudom nevezni. Igen, aggódhatom valaki másnak az egészségéért, és ugye ez már egy, akár egy mellprogram. Ez már tökéletes mellprogram. Vagy aggódhatom valaki másnak a haláláért egy tüdőprogram, ez és hosszasan sorolhatnám az EBK-kat, nem fogom. De tudnom kell, hogy ez nem indirekt, hogy ez indirekt, hogy ez nem közvetlenül rám hat. A címzet nem én vagyok, más kínját látva. Ez nagyon jó példa, mert itt van, ugye, ha a saját halálom miatt van bennem félelem, akkor megcsinálom az apró sejtes tüdőrákot. De ha valaki halála miatt van bennem félelem, akkor is én szívok, mert akkor is lesz tüdőrákom, csak egyetlen helyen fog ez kialakulni. Tehát vegyük észre, hogy az együttérzés a biológiában is meg fog mutatkozni. Az együttérzés nem egyenlő az aggódással, és ezt szeretném többször is aláhúzni, sőt a harmadik könyvedben, a harmadik kiadványban, ami a könyvünk, jóban vettem így. A rossz alul tekintetet, amelynek a címe Útmutató az egészséghez, ebben a kiadványban az aggódásról, mint az időutazók betegségéről lehet olvasni, és nagyon izgalmas módon közelítjük meg a szenvedést. Szeretném, hogyha különbséget tennénk, ha nem az én saját felém irányuló, felém célzott eseménytől szenvedek, hanem a másiknak a szenvedésétől, akkor kimondhatom, hogy a másik más szenved. Hogyan segítek neki? Azzal, ha én is megbetegszem. Azzal, ha én is megbetegszem, vagy azzal, hogy egy erős, stabil támaszt nyújtok, azzal, hogy legalább azt mutatom, hogy engem ez az állapot nem borít ki, nem ijedtem meg tőle, nem félek attól, hogy jaj, most mi lesz, hanem biztatom, és reményt sugárzok felé, hogy ő is ezt tegye a saját életében. Így van. A szenvedésnek vannak csapdái is, méghozzá ezek közül párat mutatnék be, és ezt itt hagyom ezt a skálát, ugye itt is látszik, egy 1-től 10-ig skálán van a 4 dimenzió, hogy direkt, indirekt, testi vagy fizikai, vagy pszichés. Látjuk, a 10-es van a legmagasabb szinten, ez a legnagyobb szenvedést jelenti, az 1-es pedig a legkisebbet. Ha megnézzük, hogy az a szenvedés, ami bennünket személyesen érint most, vagy eddig érintett, az milyen szinten mutatkozik meg, és milyen mélységben hat ránk, akkor kimondhatjuk azt, hogy ennek a helyzetnek vannak csapdái is. Ugye van egy régi latin mondás, hogy nil novis sub sole, vagyis nincs semmi új a nap alatt. Vagyis azok az állapotok, amiket mi megtapasztalunk, bár úgy gondoljuk, hogy ilyet még soha senki ennyire nem szenvedett, és mi vagyunk a legszenvedőbb lények ezen a bolygón, mégis el kellene azon gondolkodni, hogy vajon mások eddig életükben átmentek-e ezen a helyzeten? Gondolok itt például egy válásnál, hogy hány hősi halottja van egy válásnak? Egy munkahelyből. Hol vannak azok a mártírok eltemetve,
akik abba haltak bele, hogy kirúgták őket a munkahelyükről. Tudom, hogy erősen sarkítok, de jó lenne, hogyha ezeket a helyzeteket egy kicsit megnéznénk, akár ilyen sarkított részből. Azért sarkítok, mert a szenvedés is sarkít. Így van. És nagyon érdekes lenne ezt ebből a szemszögből megnézni. Tényleg éhen fogunk halni, és akkor hány napig fogunk túlélni? Még van a hűtőben valami tegnap előttről, meg még van pár kiló liszt, meg cukor, meg egy-két üveg méz. Ez meddig elég? Tényleg éhen fogok halni, és mikor kiderül, hogy legalább 60 napra van elegendő élelem, és 60 nap alatt talán tudok egy újabb munkahelyet szerezni, akkor már meg tudok nyugodni. A másik probléma, a másik csapda a kondicionáltságunk. Arra vagyunk nevelve, szoktatva, intézményesített kereketek között, hogy mindig keressük az ideális állapotot. Nagyon köszönöm, Karesz, hogy mondtad, hogy a feltételekhez kötött lét szenvedéssel jár, mert pont erről az ideális állapot, helyzet utáni sóvárgásra tudok rámutatni, hogy lásd, hogy mennyire közös sóvárgásra jár az eszünk. Nem? Így van, egy ideális állapotnak a megmutatása, hogy az optimális helyzetben van egy teljes elképzelésünk, hogy boldog leszek, ha ennyi kiló leszek, így fogok kinézni, ilyen paraméterekkel rendelkezek, ha milyen autónk lesz, hány négyzetméteres lesz a lakás, mekkora profitot hoz a cég, és így tovább. És mikor mindez megvan, jöhet a gyerek. Így van, és ez az ideális állapot, ez soha nem lehet reális, mert ezek illúziókból, vagy ha kicsit filozófikus mélységekre, magasságokra török, akkor azt mondom, hogy ideákra, eszményekre épül, az egy eszménykép, ebben soha nincs betegség, nincs rossz kedvük, nincs menstruációs görcs, itt minden csodálatos és tökéletes, de ez kivitelezhetetlen, emberek. Ja. Ez az, ami ez a túl szép, hogy igaz legyen állapot. Igen. A másik akadálya ennek az ideális állapot elérésének az, hogy van egy hiba kereső üzemmód beépítve valahol itt a koponyán belül. Van egy ilyen csip. Ugye ez már elveszik az adást. Igen. És a hiba kereső üzemmód akkor is bekattan, amikor körülnézünk az életünkön, hogy látszólag minden rendben van, de közben semmi. Mert megvan a szép nagy házunk, de nincs befejezve a lépcső, nincs befejezve ez vagy az. Be lehet pucolva az ablak, de szörnyen le van csorgatva a gipszel, és az nincs lemosva, hogy a gyerekek tudnak valahogy átevickélni egyik osztályból a másikba, de nem igazán kiválóak semmibe. Várjál. És amit megcsináltam, az is elromlott már. A hibakeresési üzemmód nem csak magunkra személy szerint jellemző, hanem ez egy társadalmi helyzet. Keresünk a hibást. Ülj ki most egy teraszra, és nézd meg azt, hogy miről beszélnek az emberek. Ha a focit taglalják, rögtön tudsz mindent, hogy ki, hol, mit hibázott, hogy kellett volna rúgni, mit nem csinált jól, és mennyire, hány dioptriás szemüveg kéne a bírónak. Annak ellenére, hogy valami híres foci meccs megy mostan, szép számmal vagyunk azon a webkonferencián. Így van, lehet, hogy a hölgyek szenvednek a focitól, és inkább jöttek ide, nem tudom. Nagyon jó a meglátás. Szóval igen? A hibakeresési üzemmód nagyon izgalmas akkor, amikor valami nem elég rossz ahhoz, hogy változtassak, aha, de nem elég kényelmes ahhoz, hogy élvezzem. Na, ez az az állapot, hogy tudom, hogy mi nem jó benne, de ó, hát ez még jó lesz. A matek tanárom ezt így mondta, a kisfiam, ez se nem semmi, se semmi. Igen. Ezek azok a szituációk, amelyekkel önmagunkat kárhoztatjuk újra és újra szenvedésre. A hibakeresési üzemmód, ha még mindig a teraszon ülünk is hallgatjuk, és történetesen két idősebb ember ül le egy kávéra, vagy nem is kávéra, mert az viszi a vérnyomást egy ásványvízre, éppen most voltak a házi orvosuknál,
akkor el tudják mondani, hogy mi nem megy jól a testükben. Igen. Hogy rossz a májam, az epém, büfögök, igen. És ezek azok a kifogyhatatlan szenvedési helyzetek, és én személyesen megtapasztaltam azt, hogy olyan problémás betegemberrel ültem le beszélgetni, hogy bármit mond, bármilyen programot, tünetet mondott, és netán még tudtam is rá az okot is a választ, akkor mondtam, hogy semmi, de még közben ez is. És gyakorlatilag úgy éreztem magam, mint gyermekkoromban volt ez a cirkuszos jelenet, hogy elveszik a trombitát, és még nem másik, van másik. Van másik. Szóval, amikor nem tudunk határt szabni annak, hogy melyik szenvedéssel foglalkozunk, mert mindenütt rezeg a léc, akkor jön ez a folyamatos hibakeresés, és hogy ez nekem miért nem fog menni. A csak így, vagy csak úgy lehet, ugye ez a feltételekhez kötött ét, azt hiszem, ezt bőségesen kiveséztük, de itt van az elégedetlenség. Mert van egy ideánk, van egy elképzelésünk, hogy mit kellene tennem, milyennek kellene lennem, és amikor ez nem teljesül, mert nem tud 100%-ban teljesülni, akkor jön az elégedetlenség, és nagyon gyakran összetévesztjük a birtoklást a boldogsággal, ezt holnap mélységében kifejtem, de hogy értsünk egyet, hadd mondjam el ezt itt, drága Karesz, és azonnal átadom a szót, hogy abban a pillanatban, amikor van egy fix elképzelésünk, hogy milyen az ideális énem, hogy milyen a vérnyomásom, mekkora koleszterin szintem, milyen a TSH-m, és hány naponta van menstruációm, és ebben nem teljesül valami, elkezdem a hibát keresni. Biztos azért, mert genetikai, rosszindulatú, örököltem, nagyanyónak is ez volt. Yeah. Ki a hibás? Mert a standard azt írja le, hogy 21-28 nap, és a 29. nap reggelé jön, akkor az már gáz. Ajjaj. És az elégedetlenség az életemben pont azért van, mert ettől a standardtól nem tudok, vagy nem is akarok eltérni. Van egy elképzelésem, a valóság mást mutat, és én elégedetlen vagyok azzal a valósággal, ami egy soha be nem teljesíthető, meg nem valósítható állapot elérésével szemben vagyok elmaradva. És az elégedetlenségünk alapvetően egy stresszes helyzetet hoz, és ebben az elégedetlenségben elég egy DHS, és már rögtön jönnek a programok, panaszok. És ez visszacsatol oda, hogy hibakeresés, és ez egy ördögi kör. Igen. És ebben örlődünk, hogy ki a hibás, miért, és vannak emberek, akik folyton elégedetlenek. Igen. Ez a hozzáállásuk az életükhöz, hogy azt keresik, hogy mi nem jó. Igen, apropó elégedettség és elégedetlenség. Nagyon gyakran összetévesztjük az elégedettséget azzal az önzéssel, ami? Hogy hát ez nekem jár. Jó. Hát ez normális. Hát a tévé is megmondta. Elégedett lehetek azzal, hogy ki tudok menni. Hát ez tök normális, hogy van két lábom is, használni tudom. De megérdem. Igen, egészen. Igen, ez a reklámszöveg. Mert megérdem. A propaganda. Ahhoz képest, hogy sok éve nem nézett tévét, ez úgy benned maradt. Ez marad. Nem maradt, hogy mert megérdemled. De abban a pillanatban, amikor ebben sírülsz, mert ne legyen semmi több, csak rálépnek a lábadra, és mérleként használják a nagylábujjad, akkor úgy érzed, hogy az ott már nem úgy működik, mint. Hát, ja, de hogyha mondjuk egy lábtörésről beszélünk, ami 6-7-es gipszet igényel, na akkor látod meg azt, hogy mennyire normális az, hogy. Vagy ha egy kicsi testi programod van, egy pici puffadás, nem kell ilyen dolgokba gondolkodni, nagyokba. Egy kicsi puffadás is elég ahhoz, hogy elindítson benned egy újabb bosszankodást, egy újabb megemészthetetlenséget, hogy na most vettem ezt a legszebb ruhát, visítva mentem bele, már ott gondoltam, hogy azért jó lenne a következő héten nem vacsizni. Erre most felvettem, és úgy feszül rajtam, mint a bádog emberen a ruha, mert egyszerűen nem merek levegőt venni benne. Banális történeteket mondok, de ezektől tudunk a leginkább szenvedni, és úgy ránk van ez a szenvedés nőve,
mint hogy észre sem vesszük. Úgy hozzánk nő, és azt gondoljuk, hogy ez a mi személyiségünk, erről holnap beszélnék részletesebben. A szenvedésnek van egy nagyon érdekes jellemzője, hogy beindítja azokat az énvédő mechanizmusainkat, amelyeket néha nem is tudatosan eszünk, álljában sincsenek ezek, de mégis valahonnan, valahogyan ezek előkerülnek. Én azokat sorolnám fel, amikkel a legtöbbször találkozom, nem csak ennyi van, nem akarok ezzel senkit terhelni, talán ezt csak azért szeretném bemutatni, hogy hát, ha magunkra ismerünk, hát, ha észreveszünk azt, hogy nálunk például a diszociáció, arra való törekvés, hogy az egymással összefüggésben levő dolgokat, összetartozó érzéseket szétválasszuk. Tehát például elköltözött a fiam messzire. Most bennem van az öröm, hogy végre saját lábára állt, most talán megtalálja a számításait, de bennem van az aggódás. De, és ez az, ez a de. És nagyon gyakran pont ez a diszociáció az, ami egy ambivalens érzést kelt. Igen. Tehát az ambivalens érzést próbálja leplezni, az egyik szemem sír a másik nevet, és ezeknek a szélsőségeknek a használata valójában eltorzítja a valóság felfogását. Vagy annyi csak, hogy örülök, hogy a fiam elment, de eltűnt a szemem elől, és indítom a szemprogramot. A hasítás például az, amikor ez nagyon primitív gyermetek módon lehasítjuk a dolgokat. Tehát mint amikor egy fát ketté vágunk, jó és rossz. Fekete-fehér gondolkodás. És ez a pozitív, negatív, fekete-fehér, jó, rossz, egészséges, beteg állapot az, ami egy óriási csapdát kelt, mert azok, akik pozitívan, pozitívaknak tekint, hallottam ilyet, hogy valaki azért vállalta el a kemoterápiát, pedig minden sejtje ellene volt, mert a doktor megkérdezte reggel, hogy hogy van. És ezt a jó embert nem tudtam megbántani. Azzal, hogy ő nem vállalja be. Mert mit fog róla gondolni? Igen. Mert ez egy olyan jó ember. Mert már megígérte. És ezek azok a helyzetek, amik nagyon izgalmasak, vagy miről beszélünk, az elfojtás, az is egy nagyon izgalmas történet, mert kiutasítjuk a fájdalmat keltő emléket a memóriánkból, minthogyha le tudnánk ezt fedni. Erről többet nem beszélünk. Igen. Nagyon érdekes például az introjekció, a belevetítés valamibe, külső tulajdonságok, erények magunkra vonatkoztatása. Azonosulunk egy pozitív figurával. Vagyis ha az én anyám egy szenvedő én volt, maga a mást ír, és én szerettem az anyámat, és az anyám egy jó ember volt, és tele volt jó erényekkel, akkor ugyanezt ezt a szenvedést fogom továbbvinni, gondolván, hogy egy jó anya hülyére aggódja magát a gyerekeiért. Vagy hülyére dolgozza magát a megfelelési kényszerbe. És anyunak is szívelégtelensége volt, meg hát nekem is. Hát biztos örököltem. Így van. Tehát a viselkedést vesszük át, és ezért fogja nálam is ugyanazt a betegséget okozni, mint anyunál. Vagy a reakcióképzés. Ez nagyon izgalmasan fordul elő például beteget ápoló családtagoknál, igen, hogy ez egy olyan fajta önbecsapás, ami jelzem nem tudatos és nem szándékos, hogy valakinek a fájdalma szenvedése bennem egy reakciót kelt, tehát együtt igen, érzek vele, vagy néha haragszom is rá, mert meg tudnád csinálni, vagy már ki vagyok annyira fáradva, a túlhajszoltságomnál fog, vagy néha indulattal válaszolok a kérdésére. Igen. És hogy meggyőzzem magam és az ápoltam, hogy nem, ezért túlzásba esek, mint hogyha megkettőzve próbálom azt mutatni, hogy á, de hogy nincs semmi baj, mert nem engedem meg magamnak azt a luxust, hogy most fáradt vagyok, és én is pihenek,
Nem, mit csinálok? Bemászok megmentő szerepbe, és duplán annyit gondoskodok róla. Duplán teljesítek, igen. Még jobban teljesítek, és ezért van például Oszkar ez, amit nagyon sok esetben tapasztaltál te is, hogy a megmentő bukik ki, a betegápoló hamarabb meghal, mint az ápolt. Mint az ápolt, aki, akinek nem adtak túl hosszú túlélési ez mindig helyzetet. Így van. Vagy ha mondjuk egy anyának van egy sérült gyereke, és néha haragszik erre a gyerekre, mert azért ez ugyanannyira gyerek, mint az összes többi, és így néha igazán próbálgatja a határokat, és úgy érzi, hogy nem tudja eléggé elfogadni, mert a játszótéren hasonlítja a többi gyerekkel, hogy az mit tud, és az enyém mit nem. És ezért túlságosan engedékeny lesz, vagy túlságosan gondoskodó lesz, hogy mindent lehet ennek a gyerekkel, hogy megőrizze azt a képet önmagáról, önmagával, illetve a társadalommal szemben, hogy ő mégiscsak jó anya. Vagy az eltolódás, ez egy nagyon érdekes dolog, ezt nagyon sokszor látom, amikor valaki szenved, igen, akkor szeretné ezt a szenvedést valahogy megosztani. Te is mondtad az előbb, ha már megosztjuk, de nagyon köszönöm, hogy itt az empatikus figyelmet mondtad. Vannak olyan helyzetek, amikor a szenvedésemért mindenki felelős, ezért mindenkinek adok egy-egy kicsit. Vagy felmérgesít a főnököm, és én szenvedek a munkahelyemen, és már úgy jövök haza, hogy már fel vagyok paprikázva. És akkor leosztom a családba. És a dühömet máson vezetem le. Jó, hát ez a Pink Floydnak a számában is benne volt, amikor a feleség rászólt a férre, hogy nem piszkáljuk. A tanítóbácsi meg a diákokon verte el a... Pontosan. Mindezek azok a helyzetek, amikkel a leggyakrabban találkozunk, nem csak ezek vannak, de mindez eljut oda, hogy testi szomatizációt, testi tünetképzést is fog mutatni. Ugye azt látjuk, hogy amikor egy szenvedéses állapot van, akkor már nagyon alacsony az ingerküszöbünk az újabb, nem kívánatos dolog befogadásához. De mi van akkor, hogyha jön egy következő valami, ami felráz, felkavar, megráz bennünket, hogyan mutatkozik meg innen, ebből a szemszögből nézve, a germán gyógytudomány fényében a programok kialakulása és elindulása ez? Hát ahhoz, hogy megértsük a biológiánk működését, ahhoz ugyanúgy, ahogy te is lementél az alapokig, Hammer doktor is lement az alapokig, és az alaptudományok, hála Istennek, a medicinában igazak. Tehát az embriológia, az anatómia, az élettan, ezek igaz dolgok, kísérleti alapon bizonyított történetek vannak. Tehát Hammer doktor is lemásott az alapokig, és ebből fejtette meg számunkra azt, hogy a szenvedésünknek tulajdonképpen mi a biológiai háttere. Most, ha a biológiáról beszélek, ugye, akkor tudjuk, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Már nem működik, azt úgy hívják, hogy holttest. Igen. És a sejtek mindig a funkciónak megfelelő, tehát a feladatnak megfelelő képen fognak kialakulni. Egy hormonokat termelő sejtnek a hormontermelő részecskéi, mondjuk itt van mi a Golgi-féle készüléke lesz, ami jobban felszaporodik, és mindenféle más sejtszervecske, ami egy sejten belül van, abban az irányba fog fejlődni, hogy a sejt el tudja látni a feladatát. Itt az idex sejtekről csak egy grafikát látunk, mert az idex sejt annyira speciális, hogy nem tud táplálkozni és támaszkodni egyedül, ezért van mellette gliasejt. És amikor agydaganatról beszélünk, akkor nem az idegsejtnek a szaporodásáról van szó, hanem a gliasejtnek a szaporodásáról, mert egy visszatérő, állandó visszatérő gondolatot nem tudok hívni. Rögeszmésen. Bocsánat, ha azt mondom, hogy agyhúgyköve van az illetőnek, mert egyfolytában az van benne, egyfolytában, egy gondolat körül zakatol az agya. Egy gondolat bánt engemet. De zakatol az agya, és egy olyan gondolat, ami konfliktust hordoz.
Nem azon gondolkodik, hogy minden nap elmondja a verszibárdokat elejétől végig, nem, hanem valami máson zakatol az agya. Most ebből gliasejt szaporulat lesz, és ez valós agydaganat. Amikor ödémát mutatnak ki az agyban, az teljesen más, mindjárt nézzünk olyat is. Nos, csak azért hoztam be ezt a képet, hogy lássuk, hogy a sejtek pontosan a működésüknek, a feladatuknak szükséges módon alakulnak ki a szervezetünkbe. Na de hogyan alakulnak ki ezek a sejtek a testünkbe? Hát a megtermékenyített petesejtből. Kérem szépen, aki tanfolyamon járt, aznak már levetítettem, hogy hogyan történik maga a megtermékenyítés sejtszinten. Ugye itt látjuk az első sejtosztódást. Ez még kívül történik a petevezeték külső harmadába. Onnan bejön a sejt, legurul szépen, és közben osztódik. Itt van második osztódás, és az az x-etik osztódás. És olyan lesz, mint egy szedercsíra, mint egy málna. Aki látott már málnát, vagy szedret, azt tudja, hogy annak minden bogyója egyforma. Itt is a sejtek még egyformák. Itt látunk egy színes képet róla, amikor a beágyazódás előtt látjuk ezt a szedercsíra állapotot, mikor felveszi a kontaktust az anyaméi nyálkahártyájával ez a szedercsíra állapot, akkor viszont ezek a sejtek átrendeződnek. És itt látjuk keresztmetszeti képben, most már grafikusan, hogy a sejtek három rétegben rendeződnek, van egy külső, egy középső és egy belső csíralemez, vagy ha úgy tetszik, endoderma, mezoderma és ektoderma. És ezekből a sejtekből egy bizonyos szövet fog kialakulni, ami egy egész életen át ugyanazt teszi, és meghatározott idegrendszeri központ irányítja. Tehát ugyanaz a csíralemezből, tehát egy sejt, ami egy bizonyos csíralemezből származik, az annak a csíralemeznek meghatározott módon teljesít élete végéig? Így van, tehát már is itt van a biológiai bizonyítás arra, hogy az áttétek nem léteznek. Ez egy biológiai képtelenség, mert ami a belső csíralemezből alakult ki, az nem tud középső csíralemezből kialakult sejtté átalakulni. Mindjárt megértjük, hogy miért és hogyan, mert teljesen... Igen. Meg, ez nem olyan, mint a politika, hogy ma egyik pártnál választáskor a másiknál vagyok. Nagyon jó, hogy felosztad a politikát, mert mindig elmondom, hogy a biológiában rend van és hierarchia. Ha demokrácia lenne, az élet már kipusztult volna. Lehet, el se indul. Valószínű. A teremtő az tudta, hogy mit kell és hogyan kell megtenni. Na most, a három csíralemezből kialakult sejtek háromféle dolgot tudnak tenni. Mindig az isteni hármasságról van szó. Vagy sejteket szaporítok, ugye, a cél érdekében, vagy sejteket fogok sorvasztani, vagy működést fogok változtatni. Ennyire egyszerű, nincs negyedik lehetőség. Kérem szépen, ez, amit itt látunk, ez a medicinának az alapja, a megértésnek az alapja. Ha ezt megértem, és nyilván tudom, hogy melyik csíralemezből származó sejtek hogyan, miként, akkor már nem az lesz a lényeg, hogy mennyi a koleszterin szintem, hanem hogy mikor fogom megoldani az önleértékelésem. Nem az lesz a kérdés, hogy hepatitis B-n van, hanem az a kérdés, hogy mikor fogok megváltozni és leszokni a bosszankodásról. Tetszenek érteni? Ez a gyönyörűség ebben a medicinában, mert ez hajszálpontos választ ad mindenre. Miért? Mert a sejtek számát vagy működését az fogja befolyásolni, első természettörvény, a rák vastörvénye, amiről már a diagnózisoknál is beszéltünk, hogy egy érzelmileg váratlanul megtörtént esemény, meglepetésszerű, aminek a tartalma mindig egy félelem, tehát súlyos érzelmi konfliktus, megrázkódtatás. És ezt magányosan éltem meg, és benne maradok a konfliktusba. Mert na újra most, a szenvedést választom. Mert újra a szenvedést választom. Kérem, az első három dolog az, ami nem tudok változtatni. Mert mindig lesz az életemben váratlan, meglepetésszerű esemény. Ez erre, ha valaki biztosítást tud erre kötni, szóljon, jó? Ha van biztosító, aki arra nekem hajlandó biztosítást kötni, hogy az életben többet nekem semmi váratlan, meglepetésszerű félelmem nem lesz, ez egy nagyon érdekes dolog lenne, ugye? De ami tőlem függ, az az, hogy magányosan élem meg
magányosan, és benne maradok a konfliktusba. Na, itt kellene felébredni, emberek. Itt kellene felébredni, hogy benne maradok a konfliktusba, mert már is jön a legfontosabb megoldása annak, hogy meg se betegedjünk, hogy nem új ékel nap a te haragoddal. Ugye tudja mindenki, hogy ezt nem én találtam ki. Tehát lezárom minden napomat lezárom érzelmileg, mert ha érzelmileg rázott meg engem egy félelem, és érzelmileg lelki, lélek, agyszerv tengelyen elindult bennem egy biológiai program, egy értelmes biológiai különprogram, akkor ezt érzelmileg kell lezárni, vagy különben nincs lezárva. Tudom, hallom a kérdést, de mi az, hogy érzelmi lezárás? Ez azt jelenti, hogy megbocsátás. Azt jelenti, hogy megértés, vagy empátia, kinek hogy tetszik. Azt jelenti, hogy elengedem a történetet szeretettel, vagy elfogadom azt, ami történt. Elfogadás, feltételek és előítéletek nélkül. És még a végén hálát is adok érte. Tessenek megnézni az újrakezdés új alapokon, minden nap egy új lehetőség című előadást, és akkor megértjük, hogy minden este megkeressük a kakiban az aranyat, átmegyünk aranyásokba ma este is, és lezárjuk békével a mai napunkat, akkor a mai konfliktus, DHS, akárhány volt, nem fog bennem elindítani, illetve nem fog bennem fenntartani egy programot, mert elindítja, de én azzal, hogy hálát adok érte, hogy elengedem, hogy megköszönöm, hogy megértem, hogy megbocsátom, ezzel tökéletesen lezártam érzelmileg. És akkor innen már tovább, a továbbiakban nem is volna miről beszélni. Hát egészítsem ezt ki még a kommunikáció fontosságával. Hát persze. Hát mert ha nem tudunk dolgokról beszélni, és nem tudjuk megbeszélni ezeket az eseményeket, akkor is magányosan éljük meg, mert én érzek valamit, de nem tudom elmondani, nem tudom kifejezni, nem érti meg senki, nem hallgat meg senki. Hát igen. Azt mondják, ez hülyeség, hagyd már abba. Ó, anyu már megint jössz a hegyi beszéddel, hallottuk ilyet, majd egyszer, mikor ráérünk, akkor hosszú, meghallgatjuk. Hosszú. Igen. Ezt mondja a gyerek. Hosszú. Igen. Így van. Ezek azok a helyzetek, amiket... Igen, és akár kommunikációs stratégiával is változtatható lenne, mert rengeteg dolog így besöprődik a szőnyeg alá. Rengeteg dolog ilyen szenvedés száraz dunszban a kamrában sorakoznak, hogy mikor voltak, hogyan szenvedek. És ezt mindig elő szoktuk venni, és tudjuk, hogy ez olyan, mint Pandora szelemcéje, hogy minden szenvedés kiszabadul belőle, és egy idő után ezt az elszabadult szellemet nem fogjuk tudni visszagyomni a szörnyű üvegbe. Itt van a szenvedés lényege. Benne maradok a konfliktusban. Ez a szenvedésnek a lényege. És ezért betegszem meg, mert benne maradok a konfliktusban. Mert újra és újra a szenvedést választom. Ennyi. Tehát vegyük észre, hogy itt van benne, már az első természet törvényben benne van, hogy a szenvedésről van itt szó. Na, hogyan zajlik le? Hát már tudjuk, ugye két fázisban van egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő fázis, minden értelmes biológiai különprogramnak, ha megengedjük, hogy eljusson a végére. Hoppá! Amikor becsapódik ez a váratlan esemény az életünkbe, akkor a koponyacétén körkörös gyűrűk fognak látszani. Amikor viszont megoldottam a konfliktust, akkor jön az agyi ödéma. Jaj, ezt ki lehet nevezni, ami itt van, amire ez a nyíl is mutat, megpróbálom. Igen, oda mutat a nyíl. Tehát ez az elváltozás, ami itt van bal oldalon, erre ráfoghatjuk, hogy agydaganat, közben csak ödéma. Látjuk, hogy ez nem olyan, mint a másik oldalon vele szembe. Vagy itt van jobb oldalt fent, ugye ez a másik nyíl, ez belemutat pontosan egy olyan hámeri gózba, ami épp a megoldásnak a csúcsán van. Tehát miről szól a kétfázisúság? Hogy addig, amíg benne maradok a konfliktusban, itt szenvedek először érzelmileg, és adok egy biológiai választ sejtszinten, építek, bontok, működést változtatok, így van. Amikor végre megoldom a problémát, akkor jön a fizikai szintű szenvedésem, mert beáll a gyulladás, és akkor már betegségtudatom is van. Tehát először szenvedtem érzelmileg,
utána szenvedek biológiailag, és jön a fájdalom, aztán a csúcs az epileptoid krízis, amikor végül is csak annyi történik, hogy fokozottan átélem azokat a dolgokat, amiket a konfliktus aktív fázisban átéltem, és kipréselem a vizet az agyi reléből, mert elsősorban az agyi relé tesszük rendbe. Engedj meg egy nem betervezett és nem megbeszélt szünetet, de nekem most ilyen nagy aha élményem volt. Még most is tudsz aha élményeket produkálni, vagy előidézni. Nem tudom kétszer ugyanúgy elmondani, igen. Azt mondod, hogy előbb az érzelmi, nem ez. Előbb egy mentális, egy gondolati szintű szenvedés van, mert az, ami történik, én nem tudom úgy elfogadni, ahogy van, és ez jelenti nekem a konfliktust. Tehát amit látok, igen, a számomra, amit tapasztalok, az a DHS számomra elfogadhatatlan, és az agy közvetítésével, az asszociatív gondolkodásunknál fogva éljük meg így vagy úgy érzelmileg ezt az eseményt, tehát... és mindhárom szinten, mentális, érzelmi és konkrét fizikai test szinten is megvan ez, igen, a, ez a dolog. Az a gond, hogy ugye a gondolat és az érzelem összekötve, igen, adja azt az energiát, így van, ami becsapódik az agyba, az látszik ottan körkörösen, és amikor érzelmileg lezártam a konfliktust, ugye, ez a konfliktus megoldása, hogy érzelmileg zárom le, na akkor van lezárva rendesen. És pontosan itt van a lényeg, hogy amikor megtanulok egy helyzetet másképp érzékelni, megtanulok megbocsátani, elfogadni, kommunikálni, bocsánat, másképp reagálni, és megtanulok hálát adni azokért a dolgokért, amik addig olyan teljesen természetesek voltak. Ugye mondtam az elején, hogy ami alanyi jogon jár, hogy tudunk járni, ahogy tudunk járni, tudunk, ezek mennyire bagatell történetnek tűnnek, hogy látok a szememmel, járok a lábammal, kapok levegőt az orromon, a sziklet a maga rendeltetési helyén távozik. És nem zacskóban. És amikor ez megbomlik, ajaj, akkor tudok-e hálás lenni azért, hogy mennyivel jobban vagyok a tegnaphoz képest, hogy nem alanyi jogon jár az egészség, boldogság, lelki béke 3:1, mint az instant kávé, ezért dolgozni kell. És a szabad akarat pont itt nyilvánul meg. Mert a szabad akarat nem egy spontán valami. A szabad akarat egy tudatos cselekvés, és be kell gyakorolni, hogy szabad akaratomnál fogva eldöntöm, hogy erre a helyzetre hogyan reagálok, félelemmel vagy bizalommal. Igen. Tehát összefoglalva. Köszönöm, bocsánat. Összefoglalva. Az ember egy gondolkodó lény, és ezért nála a gondolat és az érzelem összekapcsolásából indul be a DHS. Igen. Állatoknál is van DHS, őnála csak félelem van. Nem gondolat, félelem van, meglátta a rókát, és tudja, hogy ez számára veszély, és onnantól már húz el. Érthető? Tehát az érzelem mindig ott van, de az embernél a gondolat az, ami ráerősít az egészre, és van az úgy, hogy olyan érzelmi megrázkódtatásunk van, hogy el se tudjuk mondani, hogy mit az, amit érzünk. Külön még el kell indítsam az agyam, hogy megfogalmazom, hogy mi is a bajom. Mi a rosszul vagyok. Jó, ezt tudjuk. És részletesebben mondd ki, hogy szarul vagyok. Akkor már tudom, hogy mi a bajod. Mondd ki, hogy bosszankodom. Mondd ki, hogy nem kapok levegőt. Akkor már értem, hogy miről rosszul vagyok. Ez a nagy szemetes kosár. Tehát ezért kell odafigyelni arra, hogy egy-egy eseményben milyen gondolatokat asszociálok én a becsapódáshoz. Mert jön a slágermondat, minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben szedi szét magát. Annál több asszociatív gondolata van, és egy DHS-re elindít minimum 5 programot. Minimum. Aminek mind ugyanaz a becsapódása, csak van 5 megélése. Nem csak egy? Hát nem. Hát de. Na szóval ez a lényege a dolgoknak, és amikor jön a megoldás, ha abban nincs benne az érzelmem, ha nincs érzelmileg feloldva, akkor felejtős.
akkor megmaradnak a sinek. Megmaradnak azok a körülmények, amelyek mikor megjelennek, beindul a program. Mai konzultáción volt erre pontosan egy tökéletes példa. Valakinek kislánykorában megsimogatták a mellét. És mi történt? Amikor eltemette az édesanyját, az egész élete, gyerekkora filmként repergett, és ez a fel nem oldott konfliktus beindított egy melanomát a mellén. Hihetetlen, ugye? De ha lezárjuk békével a napjainkat, és kielemezzük az összes kellemetlenséget, ami eddig az életünkben történt, és elengedjük szeretettel, akkor ilyen nincs. Akkor ilyen nincs. Tehát értsük meg, hogy csak rajtunk áll, hogy egészségesen fogunk élni, vagy nem. Döbbenetes ez az egész, és hát hadd nem mondjam, Réka nagyon jól tudja, hogy én szerelmes vagyok a biológiába. Hál' Istennek is. Hál' Istennek nem féltékeny rá. De ha ezt az egyetlen dolgot elfogadnánk, ami ezen a képen van, hogy mi a célja minden élőlénynek, nézzünk ki a természetbe. Minden, ami él, az élni akar, nem? Igen. Tehát minden élőlény a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd. Vagyis ami ennek következtében, változásként a szervezetében előjön, mint sejtépítés, sejtbontás vagy működésváltozás, ez nem autoimmun, ez nem rossz indulatú, ez nem gyógyíthatatlan, ez egy természetes folyamat. Csak hogy az állatok nem maradnak bent a konfliktusban. Itt van a nyuszika. Megtámadta a róka, elkapta a kis nyusziát. És mit fog csinálni? Depressziósan lefekszik a sínre, hogy a vonat vágja le a nyakát? Hát ilyen nincs az állatvilágban. Megy át a répaföldről a káposztaföldre, és eszi a káposztát. Ennyire egyszerű. A pillanatban élnek. Nem foglalkozik azzal, hogy milyen lesz a tél. Hát most van káposzta, most azzal foglalkozik. De mi a nagy asszociatív gondolatainkkal szét vagyunk szórva. Csak a jelenben nem vagyunk. Ha el tudnánk fogadni, hogy minden, de minden, ami él, az élni akar, és akármilyen tüneteim is vannak, ha megnyugodnék, és elfogadnám, hogy az biológiai testem jobban ért önmagához, mint bármely professzor, akkor kérem szépen meg is gyógyulnánk. Ne feledjük el, nem mindegy, mennyi volt a konfliktus aktív fázis. Mert vannak olyan esetek, amikor be kell menni a kórházba. Elzáródott az epe kivezetés. Kérem, be kell nyúlni, és le kell vezetni az epet. Van egy vakbélrákja valakinek olyan, hogy nem megy tovább a béltartalom. Azt meg kell operálni. Tehát, de miért kell idáig eljutni? Jó, mert egy válás után éveken át a gyűlölködés és a megemészhetetlen ocsmány bosszúságok ezt csinálták. Ezt tudjuk, gyilkoljuk mi egymást, ó, nem kell ide jó Isten, meg rossz Isten, nem. Mi magunk tökéletesen tudjuk egymást gyilkolni. A le nem zárt napokkal. Nos, az élet tehát él és élni akar. Ha elfogadjuk az ötödik természet törvényt, és megnyugszunk, erről beszéltem, meggyógyulunk. Rá kellene döbbenjünk, hogy mindig a félelem tartja a biológiát életben. Mert mitől félünk? A haláltól és a faj kipusztulástától. Ettől nem félnénk. Akkor mi volna? Hát akkor kinősülne meg, és kimenne férjhez. Hát kell egy társ, és fent kell tartani a fajt. Ez biológiai program, csókolom. Biológiai szinten indul. Aztán, hogy ebből lesz-e egy olyan párkapcsolat, ami egységélményről szól, na az már egy következő lépés. De hát a fiatalok általában nem az egységélmény kedvéért szoktak összeköltözni. A túlélés és fajfenntartás ösztöne, ez félelmen alapul. Ezt ne feledjük el, és minden, ami bennünk történik, és amit tünetnek nevezünk, az a túlélés szolgálja. Na most, ha ezt el tudnám fogadni, ha megértem, hogy ez az alapja a megbetegedésemnek, akkor vajon mehetne élni betegségek nélkül? Mi történik sejtszinten? Csak ismétlésként, mert azt mondtam, hogy mindennek értelme van.
agyi részek meghatározzák azt, hogy a hozzájuk tartozó sejtekben mi történik. Az agytörzs és kisagy részén mindig sejtszintű szaporítás indul, a megoldásba lebontjuk a felesleges sejteket. Hát normális, nem? Felesleges sejtek nincsenek a szervezetünkbe, akárhány kilósak is vagyunk. Amúgy a plusz kilónak a minimum az 50%-a begyűjtött víz, csak ki kéne pisilni. Tehát az nem zsíradék, az víz, mert magányos vagyok, meg nem értett, kirekesztett, stb. 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 Nézzük meg az elhízásról szóló webkonferencia anyagot. Tökéletes anyag még most is. Aztán az agyvelője és agykéreg által irányított programokban sejtet sorvasztok a konfliktusaktív fázisba, és visszaépítem a megoldást követő fázisba. És az agykéreg képes arra, hogy működést fékezzen, gátoljon, majd a működést visszaállítsa. Kérem, a világ legegyszerűbb egyenletrendszerét látjuk. Semmi hókusz-pókusz nincs benne. Pont azért hihetetlen, hogy ennyire egyszerű. Hát nem így tanítottak minket gondolkodni az egyetemen? Hát ezt a táblázatot én 2 évig teszteltem a rendelőben, mert azt mondtam, hogy ilyen egyszerű nem lehet. És kiderült, hogy igen. És akkor miért leszünk krónikus betegek? Hát miért? Mert el se jutottam a megoldáshoz. Itt van függő konfliktus aktivitás. Vagyis egész életen keresztül csak a szenvedés. Csak a szenvedés van. Igen, az agyhúgykövem. Van egy gondolatom, és az úgy kell, hogy legyen, és az másképp nem lehet, mert ezt így szoktuk. Ezek olyan kemény programok az életünkben, hogy föl se fogjuk. Mert anyám is így csinálta. Nem? Miért vágjuk le a sonkának a 2 végét? Kérdi a kicsi gyerek az anyjától. Mit tudom én, kérdezd meg nagyanyádat. Oda megy, nagyi, miért fájjuk le a sonkának a 2 végét? Jaj, kislányom, mikor én fiatal voltam, csak akkor a lábasom volt, hogy ilyen, így fért bele a sonka. És a lánya mit csinál? Látta, hogy az anyja levágta, ő is levágja, pedig már van már hatalmas lábosa. Hát ez hihetetlen. De ezek egyszerű dolgok, de ha odafigyelünk, hogy az életünkben mi az, amit gondolkodás nélkül lemásolunk, és kitartunk mellette, mert itt a függő konfliktus aktivitásról beszélek még mindig, akkor rádöbbenek arra, hogy mit kéne változtatni. Ezért nagyon lényeges. Ha az egész család ellenszegült, mert azt látta, hogy a szomszéddal veszekedünk, a polgármesterrel veszekedünk, a tanítókkal összeveszünk, a gyereket kiveszünk a suliból, betesszük egy másik suliba, egyfolytában küzdenek, harcolnak, és cukorbeteg mindenki. Hát ez a gyerek is cukorbeteg lesz, mert ő is ezt a mintát látja, hogy ezt kell csinálni, hogy életben maradjon. Sőt, ez a gyerek majd a saját gyerekét is úgy neveli, hogy vitát szít a testvérek között, persze, anyaként vagy apaként is akár. Tehát ez a cukorbetegségnek mondjuk, vagy a tartós bénulásnak az ábrája, mert még mindig nem oldotta fel az, hogy hülyét csináltak belőle. Függő gyógyulás, na hát ez ami a legtökéletesebben tönkre teszi a szervezetünket, nem csak szervi szinten, agyi központban is. Itt jönnek majd be a gliasejtek. Tessenek, kérem szépen, ha egyszer valamit lezártunk, konfliktus megoldás, akkor az legyen lezárva, de ha nincs érzelmileg lezárva, és jönnek a sinek minden nap, akkor mi lesz? Akkor elakasztom a gyógyulást, és ha itten elindítottam egy sejtszaporítást, a megoldásban le kellene bontsam. Hát nem egyszerű lebontás lesz, hanem többszörös lebontás lesz, és végül kevesebb anyag marad, mint amennyinek lennie kéne. Ennyit. Így lehet pajzsmirigy elégtelenséget előállítani, megmutattam a tippet, akinek tetszik, csinálja. Policiklikus lefolyás. Az a helyzet, hogy többször ismétlődik ugyanaz a folyamat. Nem unalmas? Nem mondjuk már. De miért? Mert ritkán találkozunk a sinekkel. Vagy csak tavasszal és ősszel fáj a gyomrom. Vagy az epileptoid krízisem, az epilepsziás görcsrohamom csak bizonyos körülmények között jön elő. Mondjuk, mikor megszólal a déli harangszó. Mert hogy ilyenről is volt. Ilyenről is volt tapasztalatunk. Szóval elképesztő, hogy amíg nem oldjuk föl érzelmileg a dolgokat, addig nincs megoldás. Tessenek szíves lenni, ezeket az ábrákat megjegyezni. És az a lényeg, hogy ebben a könyvben, most én mutatom, ebben a könyvben pontosan ennek a 3 ábrának
A kapcsán van az egész germán gyógytudomány leírva. Hogy megértsük, hogy mi az, hogy krónikus program. És hát persze megértés, megoldás, megelőzés, ez az alcíme. Hál' Istennek most már weblapon keresztül is meg lehet rendelni. Tehát, és ha valaki abban a tévhitben él, hogy ő egyedül van, megnyugtatom, hogy fizikai és biológiai képtelenség. Fizikai képtelenség, mert egy holografikus univerzumban élünk, és mindenki mindenkivel kapcsolatban van. Ha ráhangolódok, hogy jaj, de rég beszéltem a barátommal, még aznap vagy másnap már fel fog hívni telefonon. Ennyi. Mert a hasonló rezgések megtalálják egymást, és ez nem duma, az univerzum így működik. Biológiai szinten. Na most kapaszkodjunk. Tetszetek tudni, hogy 10-szer több baktérium van bennünk, mint amennyi emberi sejtünk van? Vagy a saját baktériumomnál vagyok én albérletben? Kisebbségben vagyunk kisebbség. A saját testünkben. Szóval most akkor mi a helyzet? Hát nem vagyunk egyedül, mert segítenek a gombák, és segítenek a gombabaktériumok lebontani a felesleges sejteket a megoldást követő fázisban. Amikor meg lebontani, vagy visszaépíteni kell sejteket, hát akkor megjelennek, kérem szépen, a baktériumok, és megjelennek a vírusok. Ám mert doktor hozzáteszi, ha egyáltalán léteznek. Nem megyek bele a részletekbe, negyedik természettörvényt nézzük meg, és akkor rájövünk, hogy ki is volt az a Louis Pasteur. A lényeg az, hogy nem vagyunk egyedül a történetben, vannak segítőink, és az autoimmunnak nevezett betegségek pont abból lesznek, hogy antibiotikummal kinyírjuk a segítőinket. Hát tessenek már befejezni egy építkezést úgy, hogy valahányszor megjelennek a munkások, lelőjük őket. Hát amúgy is olyan ritka jószer. Hát így be lesz fejezve egy építkezés? Nem. Hát nyilvánvaló, hogyha nagy számban vannak ezek a segítők, az azért van, mert hosszú ideig voltam bent a konfliktusban. Hát a teremtő nem úgy azért találta ki a biológiát, hogy én benne ragadjak egy konfliktusban, de hát az én nagy intelligens agyam nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió közt. És mibe betegszek bele? A szenvedés illúziójába. Hú, na jó. A lényeg az, hogy összefoglalva, minden egyes tünet mögött egy feloldatlan konfliktus áll. Első törvény, az egyes számról szól. Megegyeztünk. Kettő. A program két szakaszban zajlik. Konfliktus aktív és megoldási fázis. Harmadik törvény a hármas számról szól. Három csiralemezből származik minden sejt, és három lehetőség van. Építek, bontok, vagy működést változtatok, és eznek a fordítottját csinálom a megoldás követő fázisban. Negyedik törvény, négyes számról szól. Négyféle segítőnk van, gombák, gomba baktériumok, baktériumok, vírusok. Ötödik törvény, értelme van mindennek. Nincsen ismerete, nincs rossz indulatú folyamat a szervezetünkben. A rossz indulat csak az emberek fejében van. A biológia a túlélésért és a faj fenntartásáért dolgozik. Nem tudom, hogy ha kinézzünk a természetben, nem ezt látjuk? Vagy kell ehhez statisztika? Esetleg állatkísérlet? Ezt mindenki meglátja, hát ötödikes gyerek megmondta. Szóval ezek ennyire egyszerű és érthető dolgok. És mindezt, akinek köszönhetjük, itt van ez a csodálatos ember, dr. Rieke Gerd Hamer, aki 17. július 2-án adta vissza lelkét a teremtőjének. De még mindig itt van köztünk. Csókolom, fizikai szinten tűnt el, az ő szellemisége, az ő tudása, az ő segítsége, az nem tűnt el. Hát ő még mindig létezik, a 4% tűnt el belőle, ami látható volt eddig számunkra. Mindjárt megértjük, hogy miről beszélek. Hamer doktorról egy külön előadás foglalkozik, tessenek a weblapon megnézni, és akkor rá fogunk döbbenni arra, hogy milyen elképesztő körülmények között fedezte föl számunkra az öt természettörvényt. És ez a táblázat, ami most itt van a fólián, hogy ez micsoda összefüggéseket tartalmaz. És voltak emberek, akik ezt átírták atlaszba, és csak a lényegét vették ki a táblázatnak, pont a lényegét, a megértést. És ha nincs megértés, akkor nincs megoldás.
és nincs megelőzésem. Tehát tessenek az eredeti forrásból tájékozódni, én már rengeteg dolgot már lefordítottam Hammer doktor munkásságából, erre épül a Pszichózisok és Viselkedésváltozások című könyv is, mert mindent, amit Hammer doktor a pszichózisról írt az aranykönyvbe, az benne van. Szóval agytörzsi szinten, az agytörzs, azt látjuk, itt van, ez a sárgával jelzett rész, az agytörzs, az az idegi központ, a legősibb, ami a legősibb feladatokat biztosítja számunkra. Mi kell a túléléshez? Levegő. Levegő. Táplálék. Táplálék. Víz. Víz. Fény és hang. Ennyi. Az összes többit az intelligens agyunk találta ki. Na, ezt biztosítja az agytörzs, és ezeknek a megkapása, megszerzése a biológiám számára falat konfliktust jelent. Tehát beszélünk levegőfalat, vízfalat, táplálékfalat, fényfalat és hangfalatról. Mindig előbb szaporítunk, megoldásban bontunk, ez az egész sárga oszlop, ez erről szól, és itt az alján van a sima izmokról szóló rész. Nem részletezem, mert most nem akarok ebbe mélyen belemenni. A kisagy. A kisagy, itt látjuk hátul, ez a rész, ez itt a kisagy, amit itt látunk. Az a táblázatban itt található a narancssárga oszlopnak a tetején. Milyen félelmek csapódnak a kisagyba? A vélt vagy valós támadások, mondom, vélt vagy valós. A bemocskoltsági konfliktus, tehát a megszégyenülések, és a gondozási konfliktus, vagyis a túlzásba vitt aggódás, valamint ennek a fordítottja vita veszekedés. Nos, innentől származik a kezűség kérdése, és ez vonatkozik a kezűség kérdése a teljes narancssárga és a teljes piros oszlopra. A narancssárga a középső csíralemezt jelenti. A középső csíralemeznek egyes sejtjei, azok ősi mezodermát hoznak létre, ősi mezodermából származó sejteket hoznak létre, és ezeket a kisagy vezérli. Az új mezodermából származó sejteket pedig az agyvelő irányítja, itt van az agyvelő az agykéreg alatt. Tehát a piros alatt, ami van narancssárga, az az agyvelő, és ott is vannak idegi gócok, központok, és ide viszont az önleértékeléssel kapcsolatos történetek fognak becsapódni, mert az önleértékelés egyenlő önpusztítás, nyugodtan le lehet írni, ez is egy egyenlet. Önleértékelés egyenlő önpusztítás. Miért veszélyes? Mert semmi fájdalma nincs a konfliktus aktív fázisban. El tudom koptatni úgy a térdemet, hogy már a csont a csonton van, és nem fáj. Aztán, mikor visszaépítem, azt majd élvezni fogom. Szóval azért fáj, nem szivatásból, csak azért fáj, hogy maradjak nyugton, hogy a biológia tudja visszaépíteni azt, amit én lebontottam. A kezűség biológiai kezűséget jelent, és nem kezességet a banki hitelnél. Az a lényege, hogy van biológiai jobbkezes, és van biológiai balkezes ember. Harmadik nincs. És valaki vagy jobb, vagy balkezes. Két balkezes nincs. Szóval a kezűség oldalán fognak megjelenni azok a konfliktusok, amelyek a világgal kapcsolatosak, ezeket partner oldalnak nevezzük. A másik oldalon, jobbkezesnek bal, balkezesnek jobb oldalon, az anyagyerek önmagammal kapcsolatos konfliktusok. Most, hogy ki az anyám és ki a gyermekem, ez megint nem a biológiából származik, hanem az számít, hogy kit szeretek úgy, mintha az anyám vagy a gyermekem lenne, csak hogy lássuk, hogy a szeretet határozza meg, a kötődés határozza meg azt, hogy milyen oldalon fog megjelenni valakivel megélt, fel nem oldott konfliktusom. Hajszál pontosan ad választ erre a biológia, függetlenül attól, hogy jobb kézbe veszem a kanalat, vagy bal kézbe veszem a kanalat, a biológiai kezűség, vagyis a tünetek megjelenése egészen biztos, hogy meg tudja mondani mindenki számára, hogy jobbkezes vagy balkezes. A piros színnel jelzett oszlopban az agy kéreg által vezérelt programokat találjuk,
Itt is először bontok, aztán építek. Itt már lesznek programok, amik a konfliktus aktív fázisban fájdalommal járnak. Mondjuk egy gyomorfekély rögtön a konfliktus aktív fázisban fáj, a nyelőcső felső kétharmadának a fekélye is a konfliktus aktív fázisban fáj, és a többit már nem mondom el, mert erről van egy külön webkonferencia a fájdalomról, és ebben meg tudjuk nézni, hogy mi az, amire azonnal oda kéne figyelni, mondjuk angina pectoris is ide tartozik. Szóval az birtok és elválasztási konfliktusokról írt Réka egy összefoglalót ebben a könyvben. És mi a címe, Réka? Csak az öl meg, amit nem tudsz elengedni. Hallottuk? Csak az öl meg, amit nem tudsz elengedni. Ez egy nagyon-nagyon komoly figyelmeztetés mindenki számára. És itt a táblázat alján találjuk azokat a programokat, amelyek a működésváltozásról szólnak. Ez egy csodálatos táblázat. 2 évig teszteltem, és kiderült, hogy Hammer doktornak mindenben igaza volt, és van, és lesz. Ez a szép benne. Szóval a megoldáshoz. Először is a germán gyógytudomány miért lényeges? Mert segít nekem a konfliktus tisztázásába. Segít nekem meghatározni azt, hogy hol nem tudtam elfogadni valamit, ami úgy történt, ahogy én azt nem tudtam elképzelni sem. Szóval ez a konfliktusnak a lényege. De már is itt van az első és legfontosabb akadály. Aki nem őszinte önmagához, az felejtős. Az bele fog halni a programjaiba, idő kérdése. A biológiát nem lehet átverni. És csak egy levélből idézek, egy hölgy írta, látszólag jól vagyunk. Na kérem szépen, amikor egy párkapcsolatot így jellemez, az egyik fél, hogy látszólag jól vagyunk, akkor abból már nagyon jól tudjuk, hogy ez a látszólag, ez csak a külvilág számára tűnik úgy. De ha én nem tudom elmondani, hogy én ebben a kapcsolatban magányosnak, kirekesztetnek érzem magam, leírtam magam, békjóban van az életem, ettől van a viszerem, stb. Stb. Tehát ha ezeket nem tudom fölvállalni, hát nem, azért van viszerem, mert anyámnak is volt. Jó, viszont lábos, tessék menni akadémikus orvoshoz, mert én az ilyen emberekkel nem fogom meggyőzni, nem az én feladatom. Mindenkinek saját feladata átgondolni, hogy az, amiről szól a germán gyógytudomány, az milyen mértékben vonatkozik rá? Megsugom, 100%-ban. A második, a konfliktus érzelmi lezárása. Felhívtam a figyelmet, hogy az, hogy gondolatilag megoldottam, vagy munkahelyet váltottam, de még mindig gyűlölöm a főnököm. Ez nem jelent megoldást. Megmaradnak a sínek, és a legváratlanabb körülmények közt a program újabb konfliktus nélkül el fog indulni. A gyerekeknél az a biztos megoldása, azt tudja, hogy ez többet vele nem fordulhat elő. A gyerek még nem. A gyereknek ez az egyetlen biztos dolog a konfliktus megoldásában. És vannak erre is példák, nem részletezem. És jön a harmadik, Réka, ha nem reagálunk, hanem tudatosan döntünk, miben kéne döntsünk? Elsősorban abban kellene döntenünk, hogy ne menjek nagyon messze a mai előadás témájához, hogy nem a szenvedést választom, hanem a nagybetűs életet. Így van. Azt a döntést kellene meghoznunk, hogy elsősorban felülvizsgáljuk a jelenlegi szenvedési területeinket, megnézzük ennek a hogyanját, mikéntjét, miértjét, megvizsgálhatnánk azt, hogy hogyan tudnám ezt átalakítani, hogyan tudnám ezt felülírni ezen a helyzeten, hogyan tudnék felülemelkedni. Igen. És ebben a pillanatban már egy szabad akaratnál fogva tudnék dönteni, hogy az állatias félelmi programokat viszem tovább, vagy tudatosan valami mást választok. Holnap innen folytatom ezt a gondolatmenetet, tovább viszem, holnap a szerdai webkonferencián már nem a miértekre keresem a választ, hanem a hogyan lépjek ki a szenvedésből. Nagyon helyes. Szeretném megmutatni, elszakadva a betegség-egészség vonalától, és a teljes életskálát
megnézni. A tudatosság, a változás, a másképp gondolkodom, másképp érzem, másképp cselekszem hármasságát szeretném kihangsúlyozni, ha más nem, legalább ennyit, hogy megnézni, hogy mitől szenvedek. Nagyon banálisan felszoktam tenni a kérdést, hogy mennyiért eladó a májad, a veséd, a tüdőd, a lépád, a hasnyálmirigyed, a betegséged. Mennyiért eladó? Mi az az összeghatár, amire azt mondod, hogy megéri elrákosítani, kivétetni, tönkretenni, és akkor mindenki mondja azt, hogy semmi pénzért. Jó, de akkor ez a konfliktusnak mi a tétje? Ennyi. Tehát a germán gyógytudomány megadja a biológiai tudatosságot. Most már tudom, hogy miért szenvedek. De ettől én még mindig bosszankodhatok. Igen. Tehát ez volna a következő lépés. Ugye Hammer doktor azt mondta, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Tehát kell a józan ész hozzá, de az egymagában arra jó, egymagában, hogy okosan szenvedjek tovább, tudományosan. Vagyis a germán gyógytudománnyal, ha valaki gyógyulni szeretne, akkor a lényeg, hogy megkeressük először a valós okokat, mert a tünetek mögött mindig van valami valós ok. Senki nem unalmában betegszik meg. És erre fogom megtalálni a valós megoldást. Na de kérdés az, hogy akkor, ha a félelem váltja ki bennem, ezeket a túlélő programokat, értelmes biológiai különprogramokat, akkor a félelem lezárásával ezek szerint meg is tudok gyógyulni. Erről neked van tapasztalatod. Nem is akármilyen. Nem is akármilyen. Három daganatot és szklerózis multiplexet a félelem lezárásával hozta rendbe Réka. Érthető? A félelem lezárásával. De nincs ehhez, félelem, nincs betegség. Ha nincs félelem, nincs konfliktus, és nincs konfliktus, nincs betegség. Tehát rá kéne jöjjünk, hogy nem csupán biológiai lények vagyunk. Bizonyítéként hoztam egy kis biofizikát. Itt azt látjuk, hogy a szemünkkel ezt a picike részt látjuk. Ennyi picit látunk a világból. Ezt a szűk sávot látjuk a világból, ami itt a két piros pötty között van. És még ezt sem tudjuk elfogadni. Még ezt sem. Pedig ez csak 400 és 700 nanométer. Az összes többit nem látjuk. Igen ám, de ha ez a 4%, akkor a kérdés nem tevődik fel, hogy és mi van azzal a 96%-kal? Tehát tisztázandó kérdés az, hogy kik vagyunk mi valójában? Kivel azonosulok? Hadd válaszoljak ezekre a kérdésekre, én, Karesz. Nyugodtan. Mert ez provokatív kérdés volt direkt neked. A legfontosabb az lenne, hogy odafigyeljünk arra, hogy kik is vagyunk mi valójában. És nagyon szeretném, ha most nagyon figyelnénk, és nem akarnánk másra terelni a figyelmet. Kik vagyunk mi valójában? A szenvedő lények, a szenvedés szenvedése, a szenvedés elszenvedője. Én vagyok az az ember, aki a családban vállalta mindenkinek a sorsának emelését, cipelését, hordását. Ezek azonosultságok. Az azonosultságok olyanok, mint egy-egy ránk nehezedő vizes kabát, jó, ami jó. Dohos, hideg, nehéz. Fázunk tőle, büdös, igen. Nehéz, és hozzuk, hordjuk tovább. Hordjuk. Ki az, vagy mi az, ami a vezeti az életünket? Van egy fő gondolatunk, hogy nekünk milyennek kell lennünk. Így van. És amikor ettől eltérést tapasztalunk, jön a szenvedés. Ezeket a standardokat, ezeket az ISO minősítéseket jó lenne összeírni, hogy milyen az ideális, optimális orosz Réka állapotban. Milyen az ideális, optimális budainé orosz Réka, mert ez már egy azonosultsággal több. Így van. Milyen a munkahelyén, milyen az otthonában, milyen vendégként és milyen vendéglátóként, milyen háziasszonyként, takarítónőként, és így tovább. És hogyha ezeket a listákat megírjuk, szerintem minden hölgynek van ilyen listája, legalábbis így fejbe. De szerintem az urak sincsenek ettől nagyon távol. Ajaj, hát kinek a barátja? Az ideális, optimális helyzetben mindig van egy szükséglet. És
ha ezt meg, hogy ezt meg kell tenni, ha ezt sokáig fent tudjuk tartani, el is hiszük, hogy mi ezek vagyunk, tehát vagyunk megint az azonosultságnál, de amikor ez nem teljesül, akkor bejön egy szenvedő énem, és ez a szenvedő énem, ez egy egós személyiséget takar. Tudom, hogy sokoknak a fülét megcsapta az, hogy egós személyiségek, mert nem egy egó van, hanem több ilyen, erről holnap fogok kitérni. Ez vezeti az életünket. Hogy mi a felét keresünk ezen a bolygón? Na. Ha már elég sokat szenvedtünk, akkor fel fogjuk ezt a kérdést tenni, hogy a túlélés, hogy a tudatosságot szeretnénk fejleszteni. Hogy csak arra hajtok, hogy minél tovább tudjak szenvedni, minél többet birtokoljak. Igen, és a birtoklás boldogság témakörét összemosni, erre holnap még további részleteket adok, vagy a tudatosságomat jöttem fejleszteni. Mi a valós életcélunk, feladatunk ezen a bolygón? Ezekre a kérdésekre fogok még választ adni azon túl, hogy hogyan lépjek ki a szenvedésből. Mert ezekre az alapvető kérdésekre, amikor megadjuk a helyes választ, akkor fogunk tudni kilépni a szenvedésből. Ha csak úgy gondolok magamra, mint egy, én bőrbucinak nevezem a konkrét fizikai testemet, biológiai bőrbuci, ez a 3B, igen. A 3D-ben. Igen. Addig azonosulok annak a hiányosságaival, szükségleteivel. Külön köszönöm, hogy elmondtad az agyi struktúrákat, hogy mikor, hol, mi történik, de a legnagyobb problémánk az, hogy sablonokban gondolkodunk, hogy azt mondjuk, hogy a szenvedés az emberi lét meghatározó eleme, mert szükségletek, és így tovább. Én szeretnék neked mutatni, Kareszt, egy általam összeeszkábált táblázatot, hogy miben látom én a problémánkat. Elsősorban abban, hogy azzal azonosítjuk magunkat, hogy mink van ezek a falat konfliktusok szintere, és azért írtam egy pluszt, mert ugye konfliktus aktív fázisban sejtépítés történik. Vagyis amikor mondjuk egy mandula rákról beszélünk, mert annyi mindent szeretnék megkapni, akkor én ennek a szenvedésével azonosulok, akkor szenvedek, amikor ez a megkapás nem teljes, vagy nem abban az időben történik, igen, ahogyan én azt elképzeltem. Aztán biológiailag majd akkor, amikor lebontom. Pontosan amiatt, hogy világítson rá arra, hogy talán nem kellene az anyaggal ilyen szinten relációba, kapcsolatba kerülni. Mert mi kell a túléléshez? Levegő, fény, levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ennyi. Még el kell mennem egy két képzésre. Jó. Második lépésben ugye már megvan a falatunk, de azért szenvedünk, hogy ezt valaki elveszi tőlünk. Valaki kikapja a kezünkből. Aha. Emlékszem a tyúkudvarba bedobott kenyérhéjre, ahogy a tyúkok elkezdtek vitatkozni, verekedni rajta. Vagy annak az aggódásnak a megnyilvánulása, amit jelzem időutazók betegsége, lásd a könyvet, hogy valaki majd nem kapja meg a falatját. Itt is előbb a sejt szaporítás zajlik, és megoldásban pedig jön a lebontás. Emlékeztetlek arra, hogy beszéltél a fehér állományról is, és itt már az önleértékelés szintere van, hogy vágyom a falatra, megkapom, nem kapom, hogy tudok tőle megszabadulni, ez egy külön történet, hogy ez a sárga a belső csiralemez, sárga színe jelzett belső csiralemez program, aztán félek, hogy ezt elveszik tőlem, megtámadnak, vagy valakinek nem lesz meg a falatja. Ha ez sikerül, akkor jön az önleértékelés, nem voltam elég jó, nem futottam elég gyorsan. A pasmirigy program. Nem futottam elég gyorsan. Hát túl lass vagyok a falat elkapásáért. De az önleértékelés, mondjuk a tyúknak, nem futottam elég gyorsan, és elvették tőlem a kaját. Igen. Ez már önleértékelés. Embernél pedig már a pasmirigy program az, hogy túl lass voltam a falat elkapásáért. De az ide tartozik. Csak arra akarok rávilágítani,
hogy ezek összefüggenek. Persze. Hogy nem tudunk vegytisztán csak egy valamibe nagyon mélyen elindulni, ha szenvedünk. Mondtam, 5. Így van. Következő lépcső, birtoklom a falatom, és osztunk-szorzunk úgy, hogy e köré szervezzük az egész életünket, és ez az, ami meghatározza azt a viselkedés mintát, amelyet követünk. Persze, ha ilyen nagy távolságról nézzünk rá, ez hasonlít ugyan a DNS láncra, de egészen addig, ameddig mi ezekkel a feladatokkal, mint a birtoklás, önleértékelés, támadástól való félelem, vélt vagy valós támadás, teljesen mindegy, falatkonfliktusok, ameddig ezekről a szinterekről nem vonulunk ki, és nem nézzük meg, hogy valóban érdemes ezekért ennyit szenvedni, érdemes tönkretennem a jelenlegi állapotom valamilyen elképzelt falat után való sovárgásból. Nagyon örülök, hogy a DNS-t ide betetted, Réka, mert fel kell hívjam a figyelmet, hogy a genetikainak nevezett betegségek pontosan a viselkedés változás miatt jönnek létre. És hiába öröklök én hibás géneket apámtól, anyámtól, ezeket aktiválnom kell, ahhoz, hogy nálam is előforduljon. Különben miért van az, hogy apu, anyu egészséges, és a gyereknek Dravet szindrómája van, ami genetikai? Hát akkor kitől örököltek? Ezek szerint nem az ő anyja, és nem az ő apja? Akkor szóval... mitől függenek a betegségek? Szóval a erről van szó, hogy megértsük, hogy az érzelmek fognak hatni olyan mértékben, olyan mélyen, hogy egyfajta viselkedés, az kérem átírja a genetikai állományomat. De nem a genetikai állomány a hibás azért, mert beteg vagyok, hanem a viselkedésem. De a mai medicina mindent a genetikára mázol rá, mert akkor már kész, ha az genetikai, akkor beletörődök, szegény áldozat. Muszáj szenvednem. Muszáj szenvednem. Csak azért örülök ennek, mert ugye ezt még így nem, ilyen részleteiben nem fejtettem ki sehol. Még előadáson sem. De amikor írtam a könyvet, és azt láttam, hogy minden ataxiának, vagyis minden mozgászavarba a mai medicina leás egészen a genetikáig, és mindenre genetikai magyarázatot ad, holott csak három dolog van, függő konfliktus aktivitás, függő gyógyulás és policiklikus lefolyás. És ebbe a logikába van beletéve az ataxia, hogy megértsük, hogy nem genetikai. Na, köszönöm, Bocseka, visszaadom. De, ha megnézzük ezt a általam összefüggésnek látott helyzetet, hogy mik azok a viselkedés minták, amiket folyamatosan adunk, hogy fiam, legyen meg a betevő falatod, és mi minden egyes falatért keményen megdolgoztunk. Igen. Mindenünk, amink van, mint falat, igen, mi azért megdolgoztunk, és azt a mintát adjuk tovább, hogy neked is fel kell mutatnod valamit. És itt a fel kell mutatnod valami, azt jelenti, hogy birtokolnod kell legalább annyi mindent, annyi falatot össze kell szereznem, mint amennyit én tettem. Így van. És már be is programoztuk. Igen. A védelem, védelemre való szükséglet. Igen. A vélt vagy valós támadásoktól. Vagy a másikért való aggódás szintén egy családi minta, mert elvárjuk a másiktól, hogy aggódj értem, elvárjuk a másiktól, hogy jelen legyen az én aggódásomban, és igen, néha pont a szenvedésünkkel hívjuk be a másikat, hogy gyere, szenvedj velem, nyilván nem mondjuk ezt így ki, de amikor elmondjuk a problémánkat valakinek, és empátiát, megértést várunk, önigazolást akarunk hallani, hogy igen, igazad van, tényleg, ezt nem így kellett volna. Ebben a pillanatban az én aggódásomba behívlak téged is, hogy aggódj velem. Aggódj velem. A védelem a támadástól, a vélt vagy valós támadás, amikor az élet utunk arra van képítve, hogy kitől kell félni, kinek kell beszólni, milyen támadásra hogy kell reagálni, mert van egy ilyen mondás, nem tudom, hogy mennyire hallottátok, főleg óvodások között, hogy nehogy meghalljam, hogy
ez vagy az történik, rúgj vissza, kezd előbb te. És miről szól? Folyamatos, legjobb védekezés a támadás elve, készterítsük bele. Aztán ott van az önleértékelési családi minta, ez egy hosszú, több tízezer epizódos folyamat, aminek soha nincs vége, mert elkezdjük nyomozni, hogy hol írtuk mi először magunkat. Az igen. A hossza vége nincs ennek a történetnek. Az önleértékelés az, amikor minden egyes dologért önmagam tudom hibáztatni, önmagam jóságát megkérdőjelezni, és amikor azt mondják neked még egészen zsengekorodban, látod, milyen rossz kisfiú vagy? Na. Ebben a pillanatban, ha ezt el is hiszed, hát akkor igen. Ez a program már megy. Már beindult. Ha nem vagyok szerethető, nem szeretlek, ha nem eszed meg az összes spagettit, nem szeretlek, ha így viselkedsz. Ezek elég nyomó gombok ahhoz, és én nem szeretem ezt a hozzáállást, hogy folyamatosan a gyerekkorba vájkáljunk. Itt pont arra szeretnék rávilágítani, hogy 20, 30, 40, 50 évvel a gyerekkor után ne nyújkáljunk már ehhez a történethez. Azóta rengeteg idő eltelt, rengeteg helyen bebizonyítottam a jóságom, a szerethetőségem, a kompetenciám, és ne ez legyen már mindenre a magyarázat, mert én ezt hallottam. És nagyon jó lenne, ha a boldogságot, vagy a biztonságot nem mosnánk össze a birtoklással, hogy boldog leszek, ha lesz egy kacsalábon forgó kastélyom, 3 úszómedencém, 2 jacuzzim, 4 szaunám, és 3 Ferrari a ház előtt. Pontosan erre gondoltam a végén. Minimum 3 Ferrari. Minimum 3. És jó. Amikor netán ebből valami teljesül, már nem tudok körülni, mindig feljebb emelem a lécet, hogy mi nincs még. Igen. Már azért Maserati is jó lenne legalább egy-kettő, hát, meg vagy két-három ilyen egzotikus állat, kis tigris, nagy oroszlán, hát most már makimajom, mert az mutatja azt, hogy mind van. Igen. És itt vannak azok a helyzetek, amikor soha nem elég, és amikor a birtoklom a falatomnál tartunk, akkor szeretném megmutatni azt, hogy van az a pont, amikor az egészet újra az elejéről vesszük, mert nincs elég falatom, és még több kell. És a még többet már védenem kell. Bizony. És amikor eljutok erre a szintre, hogy már a kamerának is kamerája van, igen, akkor jön egy olyan állapot, egy olyan DHS, egy olyan komoly betegség, hogy hiába van meg mindenem fizikai, anyagi szinten, ha egészségem, nyugalmam és boldogságom nincs, akkor szegényemnek érzem magam bárkinél. És hiába birtoklom a nagy falatot, az egészségem visszaszerzéséért bármit odaadnék érte. Nagy figyelmeztető jeleket szeretnék most ehhez a dologhoz tenni, hogy mire alapozom az életem, és milyen életvitelt, milyen a gondolatmenetet, milyen életstílust alakítok ki magamnak, mert ez befolyásolja azt, hogy hogyan ismerem fel még kezdeti fázisban a programjaimat, hogyan előzhetném ezeket meg, és rájövök arra, hogy bármit is tudok ebben a ranglétrában, mert ugye ez egy csavart létre, kifejleszteni, mindez eltörpül amellett, a dolog mellett, hogy mennyire fontos az egészség. Így van. No, hát a germán gyógytudomány, tehát tényleg alapot ad a megértéshez, a felismeréshez, megelőzéshez, megoldáshoz, mert annyi a lényeg, hogyha tudom már valaminek a valódi okát, akkor fogok tudni valódi megoldást is eszközölni. Tehát nem azoktól a tényezőktől függ a betegségem, amire a mai medicina hivatkozik, hogy nemtől, kortól, etnikai hovatartozás, iskolázottság, családi állapot. Ezek statisztikák, kérem szépen. Hát Winston Churchill megmondta, hogy csak azt a statisztikát hiszi el, amit ő hamisított meg. Most nem akarok én minden statisztikát se elfogadni, se nem elfogadni, de egyezzünk meg abban, hogy ezeknek a tényezőknek semmi köze nincs ahhoz, hogy én szeretem, vagy nem szeretem az anyósomat. És nem statisztikailag akarok egészséges lenni, és statisztikai szem szeretnék lenni, hanem az egészséges én.
Ehhez viszont a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásokat kellene végre lezárni, mert ezeknek a felismerésével felismerjük az okokat, ezzel együtt a tüneteket, és meg tudunk tenni mindent a gyógyulásunk érdekében. Ez ennyire egyszerű. Tehát, amikor megtörténik a feltárás és a megoldás, az érzelmi lezárás, akkor fogjuk az okokat rendbe tenni, és nem a következményeket kezeljük egy életen át mindenféle alternatív dologgal. Mert egyezzünk meg, hogy ami nem az okokkal foglalkozik, az egy alternatív megoldás, és a mai medicina is csak egy alternatív medicina, meg az összes egyéb dolog, ami nem az okkal foglalkozik, az is alternatív. És most csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy homeopátiát szedek, vagy kemoterápiát. Némi különbség van a két alternatív módszer között. Rendben? Tehát legyünk már, akinek szíve és józan esze van. Na jó. Tudományról beszélek, mert ez reprodukálható, összehasonlítható, és előre jelezhető. Ez a mai medicinára nem mondható el. Mert mi az oka? Hát, doktor úr, miért a jobb mellemben van a daganat? Hát, csak. Miért nem a balba, vagy miért nem mind a kettőbe? Szóval, akkor megkérdezed, hogy és az anyának melyik oldalon volt? Jobb oldal. Na, magának is azért van jobb oldal. Szóval, értjük? Itt hajszált pontos választ kapunk mindenre. A legjobb megelőzés, kérem szépen, lezárni békével a napjainkat, ezt ne feledjük el. Ez a legjobb megelőzés. És akkor meg se kell tanulni a germán gyógytudományt. Csak le kell zárni békével a napjainkat. Ahhoz, hogy meggyógyuljak. A germán gyógytudomány a megértésben segít, de az még nem a megoldás. A megoldás az érzelmi lezárás. És felsoroltam az elején, hogy mi tartozik érzelmi megoldás hatája alá. Tehát a germán gyógytudomány olyan dolgokra mutat rá, amit nem tudtak megcáfolni. Ezért Hammer doktor tették lehetetlenné. Többször meg akarták ölni, vagy 70-szer akarták pszichiátriai osztályra bezárni, elnevezték mindennek, szektagurútól kezdve önjelölt gyógyító, sarlatán és antiszemita, mindent rámondtak, csak azért, hogy az emberek ne higgyenek neki. És amikor az orvosok elkezdték alkalmazni a germán gyógytudományt, akkor egyenként behívták őket, és kész tények elé állították. Vagy folytatja a medicinát úgy, ahogy az egyetemen tanulta, vagy felbontják a finanszírozási szerződést. Már én ebből az egészből kiléptem. Én döntöttem. Szóval, ha ez nem volna igaz, akkor én nem hozok egy ilyen döntést, és nem hagyom ott azt a jól működő rendelőmet, ahol egymásnak adták a kilincset a gyógyszeripari képviselők, mert dolgoztam a gyógyszeriparnak gyógyszerkutatásban. Merjük megkérdőjelezni azt, amit tudománynak neveznek. Hatalmas átverésekről fogunk információkat beszerezni. A medicinában az átverések már Robert Koch és Louis Pasteur idejében elkezdődtek. Úgyhogy vannak róla dokumentumok, csak akkor nem akarjuk elhinni. És 1907-ben, illetve 10-ben, amikor megírták a Flexner tanulmányt, onnantól kezdve a medicina nem azt csinálja, miért medicinának nevezik. Szóval a tudomány az, ami reprodukálható, ezt ne feledjük el, és a germán gyógytudomány reprodukálható. Megköszönöm mindenkinek a figyelmet. És én is megköszönöm a hozzám való empatikus hozzáállást, mert ugye egy kicsit több mindenről beszéltünk ma, mint csupán csak a sejt pluszról és mínuszról. Igen. És nagyon köszönöm azt, hogy ennek a lehetőségét megadtad, Karesz. Hát ez így volt tökéletes, mert ezt nem lehet szétszedni.